Sok szeretettel üdvözöllek benneteket a mai közlekedés technikai napok konferenciánk. Mai témánk lesz az alapítás 150 éves jubileum, mert ünnepli a Gyesed. Hogy mondjam el nektek, hogy a történelmi visszatekintésbe 2016-os évbe kezdtük meg ezt a közlekedés technikai napunkat, ahol a BME ITS által közlekedés technikai napok sorozatukat beindítottuk dr. Fónagy János Káti elnök védnöksége alatt a Budapesti Műszaki Egyetem, és hát úgy emlékszik valaki erre, még a K-épület első emelet 72-es számú termébe. Tehát az első 2016. április 5-én volt a kezdet kezdete, vagy egyszer volt, hol nem volt címmel. Hát ezek a konferenciák addig ott a Műszaki Egyetemen mentek egész 2020. március 11-ig, ahol az utolsó élő konferenciánkat úgy mondjuk sikeresébe lezártuk, habár már ott a létszámmal már problémáink voltak, a létszámkorlátozások miatt. Az első videokonferenciát május 28-án kezdtük meg, és azt lehet mondani, hogy 2021 év végéig 92 szakmai rendezvényünk volt. Hogy emlékezzünk meg mi 2018. május 23-ára, egy esebb napra, hát ez élőbe történt természetesen, akkor még sehol nem volt ez a vírusnak a helyzete, ahol itten a koncepciótól az EU-ba való belépésig Fullér István Gyesev Zrt. Nyugalmazott igazgató, a modern Gyesev Kövesdi Szilárd István vezérigazgató, Gyesev Kargó megalakulásától napjainkig Boda János vezérigazgató, üzemis forgalomirányítás múltja és jelen a Gyesev Zrt.-nél Nagy Károly forgalmi vezető tartott előadást. Itt lehet látni egyébként a képeket, Kövesdi Szilárd vezérigazgató úr, Boda János vezérigazgató, Nagy Károly forgalmi vezető, és a levezető elnök volt dr. Fullér István, Gyesev Zrt. Nyugalmazott igazgató. Hogy mondjam el, hogy a programban benne volt, hogy megkerestük egyébként dr. Fullér Istvánt is, hogy tartson előadást, illetve élményeket, beszámolókat tartson ezzel a megemlékezést azzal a konferenciával, sajnos nem tudott részt venni. Lehetséges egyébként, hogy mondta, hogy megpróbál telefonon egyébként bekapcsolódni az adásunkba, programunkba. Hát ha csak egy-két gondolatot a 2022-es évi, tehát ezen évi programunkból 23 rendezvényt szeretnék megtartani, illetve ezek között már jó sok elment. Hogy hívjam fel figyelmeteket, érdekes lesz június 16-án élő konferenciát szervezünk a Műszaki Gazdaságtudományi Egyetem, ahogy említettem, K-épület 72-es számú termében. Itt a régi magyar vasúti járművekről lesz szó, levezető elnök és a beszélgetést majd vezeti Kisteleki Mihály, majd hogy hívjam fel figyelmeteket, a 100 éves, a Színvavölgyi, majd Lilafüred állami erdei vasút vontató és vontatott járművei, Szécse István, a Siemens Mobility Kft. Értékesítési vezető, majd a Magyar Államvasutak hegyi pályára tervezett közmozdonyai, a Malett rendszerű mozdonyai 422, 401, 651, 601, valamint 314, 320 és 321 sorozatú járművei. Molnár Tibor, első magyar gőzvasút alapítvány műszaki vezető, és egész furcsa, hogy már itt már szünetet, élő konferenciánkon szüneti szokott lenni természetesen. Ez nagyszerű alkalom ahhoz, hogy találkozunk és egymás közt az beszélgetést folytassunk. Majd a GANZ és MÁVAG előd és utóvállalatok tevékenység a 175 éves magyar vasút szolgálatában Süveges László tanácsadó főmérnök a GANZ Motor Kft-től. A legutolsó pedig a 125 éve kezdődő Győrben a vasúti járműgyártás első rész, a Magyar Vagon Gépgyár különleges céghálója, exportjárművek Olaszországba, Argentinába és az Egyesült Királyságba, és dr. Lovász György okleveles közlekedésmérnök előadásába. De nézzük meg, hogy mi lesz a mai és a mostani programunk, tehát alapítása 150 éves jubileumát ünnepli a Gyesev.
Levezető elnök, a beszélgetést vezetik dr. Habil Majdán János, nyugalmazott rektor emeritus, KTL közlekedéstörténeti szakosztály elnöke. A mai napi tervezett programjaink, hát a köszöntőt úgy volt, hogy Orosz Balázs ügyvezető, Közlekedéstudomány Egyesület ügyvezetője fogja tartani, de úgy közben jött 13-tól 14 óráig egy tárgyalása, de be fog kapcsolódni egyébként a konferenciába. Majd lesz a levezető elnök megnyitó dr. Habír Majdán János részéről, utána következik a Győr-Sopron Ebenforti vasút alapítása, Varga Gábor, Pécsi Tudományegyetem, interdisziplináris doktori iskolatörténész doktor jelöltje. Utána a Modern Gyesep, sajnos Kövesdi Szilárd István nem tud részt venni a mai programon, a vezérigazgató, helyette felkérte Cibula András Gyesep, CRT stratégia és műszaki fejlesztési igazgató fog nekünk előtt adni. Majd a Gyesep Kargó megalakulásától napjainkig Boda János Gyesep Kargó vezérigazgatója, majd személyszállítási üzletág napjainkig Takács Ádám István, Gyesep ZRT személyszállítási igazgató, és legvégén pedig a Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút bemutatása Doncsev Hendrietta Múzeumvasút üzemfőnök asszony részéről. Hát ezeket a szolgálati közleményeket most gyorsan átszaladjuk, ezt mindig el kell mondani, hogy kérjük a kamerát és mikrofont kikapcsolni, természetesen az előadók tartsák ezeket bekapcsolt állapotban. Írásos hozzászólás lehet tenni a chat ablakon, illetve készfeltartással lehet egyébként jelentkezni hozzászólásra, és a levezető elnök fogja az időkorlát figyelembevételével nézni. Megkérnénk azt, hogy a részvételvevői jogosultság be van állítva, tehát szürkének látszik. Aki megkapja a szót, és megkérném, hogy az ne piszkálja ezeket a jogosultságokat. Még egy fontos, hogy a KTA rendezvényről videófelvételt készít, melynek célja a rendezvényeink megörökítése. Az elkészült felvételek a KTA honlapján, online közösségi felületen, vagy további kiadványokban is közzétételre kerülhetnek. A megtekintés helye, tehát a videófelvételt YouTube Sándor Aszódi csatornájára teszem fel, innen a linket megosztom a KTE eseménynaptárba, és illetve a közlekedéstechnikai napok Facebook csoportjába is megosztásra kerül. Hagy hívjam fel figyelmeteket, és várlak benneteket a közlekedéstechnikai napok Facebook csoportján. Már 1000 tagunk van, ahol a közelgő eseményeket és a korábbi eseményeket is vissza lehet tekinteni. Köszöntöm a figyelmet, és legyen részünk egy sikeres konferenciában, és megkérném Majdán Jánost. Majdán Jánost a levezető elnöki megnyitó megtartására. Kedves János, tiéd a szó. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hallottok, Sándor? Igen, kitűnő, köszönjük. Jó. Szeretettel köszöntök minden résztvevőt. Egy olyan rendezvényen, amire egyrészt nagyon vártunk, másrészt pedig rendkívül érdekes lesz, már előre mondható. Azért vártuk nagyon, mert a Közlekedéstudományi Egyesület közlekedéstörténeti szakosztálya nagy figyelmet fordít arra, hogy a jubiláris vasutakkal és különböző eseményekkel szorosan kapcsolatot tartva megemlékezzünk róla. Minél többet beszélünk a múltról, annál pontosabban ismerhetjük meg azt. Ez egy alapfilozófiánk is, emiatt nem csak két évenkénti nyilvános konferenciánkon van nagy részvétel, hanem ezeken a Teams-en keresztül lebonyolított konferenciákon is. A másik mondatrészem az volt, hogy örömmel vártuk ezt, hiszen egy különleges vasútról van szó. Egy olyan különleges vasútról, amely rendszerektől, határoktól és mindenféle politikai befolyásoktól mentesen 150 éve folyamatosan működik. Egy unikális vasút ez, nincs több ilyen egyébként Európában, hogy ennyire a határ mellett és időnként két világhatár
peremén, vagy azt átlépve folytassa a forgalmát. Nagyon érdekes ez a kérdés. Szó lesz itt a megalakulásról, ami egy osztrák-magyar monarchia keretei között vámmentes határon viszonylag könnyen megtörtént, de ugyanakkor szó lesz arról, hogy mi volt azután, hogy miként, miután szétvált Európa, kettébe vált Európa, és egy vasfüggöny ereszkedett le, illetve az országhatárok hogyan működtek és működnek ma, és nagyon örömmel láttam, hogy a jelenlegi vállalati vezetés is mint egy presztízs csinált abból, hogy beszámoljon nekünk a helyzetről, részben az átszervezések, újjászervezések állapota utáni helyzetről, részben pedig a jelen pillanatról. Én úgy gondolom, hogy a múlt ismerete, ahogy említettem, fontos, de természetesen ahhoz, hogy érzékeljük a vállalatnak a jelenlegi helyzetét, ahhoz az kell, hogy a legmagasabb szintű vezetők és az ottani adatsorok nyilvánosságra kerüljenek. Így tehát köszöntök mindenkit ezen a konferencián, és gyakorlatilag meg is kérem Varga Gábort, hogy akkor kezdje el a múlt alapítással kapcsolatos előadását. Köszönöm szépen a szót. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Megosztom most a PPT-t. Igen. Jó. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, egy rövid bemutatkozással kezdeném. Természetesen, hogyha valami technikai probléma van, vagy nem hallatszódok, vagy nem látszik valami, akkor nyugodtan írjanak rám, vagy szóljanak közbe. Varga Gábor vagyok, és ahogy látszik a kiírásból, a Pécsi Egyetemen történész doktor jelöltként tanulok. Egyesebb történetével foglalkozom azoknak a kuriózumaival, pontosan a határon átívelő és a politikai rendszerben átívelő szegmenseivel, és így az alapítással is volt szerencsém több ízben foglalkozni. Egyébként Sopronban, az 5-ös gimnáziumban vagyok magyar történelem tanár, és hogy számomra nem volt ismeretlen ez a Teams felület, az online oktatásban sokat használtuk, így nagyon örültem neki, hogy a sok minden más egyéb téma mellett a Gyeserről is lesz lehetőségem a egy Teams konferencia keretében megszólalni. Kezdjük azzal igazából, hogy sok minden olyan irányt szeretnék itt felvonultatni, amik meg fogják mutatni azt, hogy egyesebb alapítása és a működése korán sem volt zökkenőmentes és problémáktól mentes, rengeteg olyan helyzetet kellett áthidalni, ami a kortársaknak a dicséretét váltja ki. De mi is a helyzet Magyarországon a 19. században? Tulajdonképpen a reformkor kezdetéig, a 18. század, 19. század fordulóján nagyon-nagyon siralmas helyzet van a közlekedési hálózatokban, és ez mutatta azt, hogy a reformkorban a társadalmi, nyelvi, gazdasági problémák mellett az infrastruktúrának a fejlesztése volt egy központi kérdés. Hiszen itt a két századfordulóján tulajdonképpen nagyon-nagyon rossz minőségű utakról és a teljes csatornát, a vízi hálózatnak a hiányáról lehetett beszélni, a folyami közlekedés is sem volt megoldott a Duna teljes szakaszán, és a Tiszán is a szabályozásokig ez erőteljesen problémás volt. Postakocsik rendszere volt ebben az időben a elterjedt óriási-óriási menetidővel. Egy érzékletes példa, a Birodalom két fővárosa közötti postakocsi út, tehát Bécs és Budapest közötti, Buda közötti postakocsi 30 órát vett igénybe. El tudjuk képzelni, hogy mennyire nehézkes, drága volt ugye a személyek, nemhogy még az áruk szállítása. A reformkorban több olyan elképzelés is volt, és a vasútépítéseknek az indulásáról lehet beszélni, különböző hálózatoknak a megalkotásával kezdődött. Ahogyan itt írom is, hogy egy régi új ötlet került előtérbe 1867-ben a kiegyezéskor. Széchenyi István a legnagyobb magyar műve ez, a javaslat a magyar közlekedésügy rendezéséről, amit pont a forradalom évében 1848-ban adott ki. Ez egy olyan komplex közlekedés politikai
elképzelés, mai szóval élve koncepció volt, ami nem csak a vasútak, hanem a közutak és a vízi csatornáknak az együttes összehangolásával kívánta megoldani hazánknak a fejlesztését. Itt már teljes mértékben elterjedt, teljes mértékben kitapintható volt az a sugaras szerkezet, ami Budapestet, Pest-Budát tette meg központul, és a különböző fővonalak és mellékvonalak hálózatáként ebbe a központi városba tértek be a vonalak. Itt lehet látni, hogy mik vannak felsorolva, utána majd lesz egy térkép is, ahol lehet ezt látni. Tehát a négy fővonalat jelölt ki Széchenyi István, a Duna bal partja mentén Pozsonyon át az osztrák hálózatig. Itt egy óriási vita volt egyébként a balpart és a jobbparti építkezési koncepciók között. Ez egy külön előadás témája lehetne, hogy a birodalom két fővárosát a Duna balpartján, vagy a Duna jobbpartja mentén lévő érdekkörnek a csatározásai hogyan zajlottak. Előbb a balparti, később majd a jobbparti összekötetés is megvalósult, hiszen az egyik az osztrák, másik pedig a magyar kereskedőknek az érdeke mentén húzódott. A másik fontos irány, ami szintén később is megépült, majd egy későbbi térképet mutatok, tehát Fehérváron át, Balaton déli partján keresztül egészen ugye a tengerig, a fontos kereskedelem, tengeri kereskedelem eléréséig. Az alföldi irány volt még egy nagyon fontos, ami Erdély felé mutatott utat, valamint Miskolcon át Kassáig, egészen galíciai kivezetéssel. Ezekhez tartozott négy mellékvonal, a fővonalaknak egy kiegészítő szerepet tulajdonított, valamint négy szárnyvonal. Itt ezen a térképen jól látszik ez a sugaras szerkezet Pest-Buda központtal. Lehet látni itt a nyugati irányt, az északkeletét Galícia felé, illetve az erdélyi irányt, ami az Alföldön keresztül haladt, valamint a Balaton irányába a Adriai tengerhez. Nem véletlenül az osztrák-magyar kiegyezésnek a dátumát itt a közlekedés történetnél és a Gyesev esetében is hangsúlyozni kell, hiszen ebben az évben egy olyan kamatbiztosítási rendszert fogadtak el, ami mutatta, hogy az államnak is be kell avatkozni a korábbi magánépítkezések, magánvállalkozások által épített vasúti rendszerek mellé, hiszen vannak olyan területek, ahol nem volt kifizetődő, vagy egyszerűen nem volt olyan kapitalista érdek, ami a különböző magánvállalatok építkezéseit elősegítette volna. Így alakult ki itt a dualizmus első évtizedeiben egy olyan vegyes vasúti rendszer, ahol az államnak is be kellett avatkozni az építkezésekbe, de a magántársaságok is jelen voltak. Ezt első körben egy külföldi bankártól felvett hitelekből próbálta az akkori magyar állam rendezni, és ahogyan látjuk ezt a felsorolást, ugyanazokat az irányokat vették alapul, amit korábban Széchenyi István megfogalmazott jeles művében. Lehet látni ezek a úgynevezett Bábermór féle vasutak a térképen, ezeket berajzoltam, amiket is felsorolnám. Ezek tervezettek voltak, későbbiekben előbb-utóbb, elsősorban magántársaságok, majd aztán államosításra kerültek, tehát mind-mind-mind megvalósultak, ugyan a térképen lehet is látni, hogy már ez a 1913-as állapotokat mutatja. És még mindig az előzményeknél tartunk, hiszen nagyon fontos ez, hogy a magántársaságok építkezései, az állami építkezések mellett hogyan jutott szerep egy új vállalat megalapításához, a Gyesevnek a megalapítására. Fővonalak mellett különböző mellékvonalak megépítése, fejlesztése is fontos. Szekcióvezető úrtól idéztem egyet, hogy a helyi tőke bevonásával próbálják meg ezeket a mellékvonalakat finanszírozni. Mi térségünkben, a Gyesev kezelésében is van, majd mai napig is egy feltővidéki hév, erről kicsit később. Az állami támogatások és az államosítások párhuzamosan folytak itt a dualizmus első évtizedeiben. Egy szerkezeti átalakítás is volt, ez már az 1880-as évek, tehát a Gyesevnek a működési idejében történik ez. Baross Gábor nevét úgy gondolom, hogy ebben a konferencián nem kell külön részleteznem. Egy óriási nagy érdem, sok minden más dicséret mellett, hogy egy új, korábban különálló minisztériumoknak a
integrációjával került megalkotásra a Kereskedelemügyi Minisztérium, ami az ő nevéhez köthető a vasúti államosítások és a MÁV-nak a fejlesztése, magának elindítása mellett ezt a minisztériumi hátteret tudta biztosítani. Teljes mértékben az expanzió, tehát a bővülésnek az éveiről lehet itt az 1870-es években beszélni. Itt a GESEF kapcsán a külföldi tőke megjelenése van, hiszen 1872-es, 75-ös, 76-os, 79-es évszámok tartoznak ehhez a kronológiához. Egyértelműen a külföldi tőke megjelenése alapozta meg nem csak a GESEF, hanem a korszakban a legtöbb magántársaság építkezését. Az 1890-es évek milleniumi polgárosodása pedig egyértelműen az államnak az előretörését mutatta. Összességében azt lehet mondani, hogy itt a GESEF alapítása azért el fog menni az én előadásomban a századfordulóig, pontosabban az első világháború utáni ideig. Minden esetre a századfordulóra a magyar vasút elérte azt a színvonalat, azt a sűrűséget, azt a fejlettséget, amiről Széchenyi és Baross álmodtak. De egy kicsit a szűke pátriánkhoz visszatérve, csak Sopronból jelentkeztem be, a Nyugat-Dunántúli vasúti építkezéseknek a fontosabb vonalait soroltam itt fel, illetve azokat a társaságokat, akik építették. Most ezek a színezések azért nem véletlenek, mert a térképen majd utána fogjuk pontosan nézni. Magyarországon a második gőzüzemű vasútvonalnak az átadása történt 1847. augusztusában Bécsújhely és Sopron között, ami egy vonala lett volna egy a nagy tervezett Bécs és Trieste vonalnak. Későbbiekben ez más szakaszokon megvalósult. Ezt a vonalat a Bécs-Lubnici vasút üzemeltette, későbbiekben majd a kékkel jelölt déli vaspályatársaság, népszerűbb nevén a déli vasút vette át az üzemét. Erről is külön lehetne beszélni, Széchenyi István is az alapítók között volt, sok-sok kuriózum tartozik ehhez. Mindösszesen két héttel előzte meg a harmadik vaspálya, a Szolnok-Budapesti vasútvonalnak az átadását, ami szeptember 1-én volt. Tehát a Sopron és térsége nagyon hamar bekapcsolódott már a magyarországi vasútépítésekbe. Ezt követte az osztrák államvasútnak az építkezései, ami a neve ellenére egy francia külföldi tőkéből alapított társaság volt, Győr és Újszörny, valamint a Pécs-Mohácsi szakaszok. De azt lehet látni, hogy a legnagyobb hálózatot a Dunántúlon a déli vasút hozta létre, ez Újszörny-Fehérvár vonallal, valamint a Nyugat-Dunántúl bekapcsolásával Buda-Nagykanizsa, és főleg Sopron-Szombathely-Nagykanizsa vonalaknak az átadásával történt. És érdekessége, ahogy látjuk a képen, hogy az évszámokból, jól látom, nem írtam el egyiket sem, hogy az évszámoknak a nagy része a ideiglenes alkotmányosság időszakában történt, tehát a kiegyezés, osztrák-magyar kiegyezés előtt. 1848 és 1867 közötti provizórikus állapotban is történtek nagyszabású vasútépítkezések és nagy gazdasági fejlesztések. Természetesen szerencsére ez tovább folytatódott az osztrák-magyar kiegyezéssel, az alábbi évszámok is mutatják. Próbáltam meg berajzolni a térképen, remélem valamennyire látható a különböző színekkel. Itt, hogyha biztosan az egérrel is tudom mutatni, hogy itt van a Sopron, Bécs-Újhelyi vonal, akkor egy kékkel rajzoltam be a déli vasútnak a vonalait. Itt még csak egyet az osztrák államvasúttal és lilával pedig az úgynevezett nyugati vasútnak a vonalait. Miért fontos ez? Lehet látni, hogy az északnyugati részen, Nyugat-Dunántúlon az osztrák államvasút és a déli vasútnak van döntő befolyása. Ránézzünk a térképre, akkor lehet látni, hogy a két vonal közötti rábaközi területen nincsen még ebbe a korban vaspálya, és óriási nagy érdekeltségek mozdultak meg ennek ügyében, hogy Sopront és Győrt hol, milyen formában lehetne összekötni, és ebből két hálózathoz csatlakozni.
Ez a különböző előengedélyesek, az előengedélyeknek a kiváltásával kezdődött. Nagyon-nagyon fontos azt kiemelni, hogy ez egy olyan versenyfutás volt, nem csak a Gyesev esetében, hanem az összes, főleg fővasutat építő társaságnál, hogy mely nyomvonalon haladjon, melyik településen csatlakozzon ahhoz a meglévő hálózathoz, hiszen az annak a térségnek, annak a településnek egyértelműen óriási nagy előnyét vagy óriási hátrányát mutatta. Itt az akkori Sopron vármegyében a cukoripar és a cukorgyártásnak a lobbija, mai szóval élve, volt nagyon-nagyon erős, és a korszakban az Esterházy birtoknak a különböző bérlői gondolkodtak abban, hogy itt a szállítások kapcsán a cukorrépának, meg magának a készterméknek a szállítására a legalkalmasabb a vasúti közlekedés. Így ők már 1864-ben Schulhoff József, Esterházy birtok bérlője már előengedélyt kapott erre a vonalra, de egyébként nem Sopronig terjedő szakaszra, csak a Nagyszentki cukorgyárat szerette volna összekötni a győri osztrák államvasút vonalával. Talán egy kicsit híresebb példa a kiegyezés évéből, Berg Gusztáv ugyanerre a vonalra kapta meg, ő pedig a Nagyszentki cukorgyári érdekek mentén fogalmazta meg ezt a beadványt. Végül nagyon-nagyon sok előengedély volt, mert tulajdonképpen ezeknek a megadása nem volt egy olyan nagy kuriózum, bocsánat a kifejezésért. A nagyon nagy dolog inkább az volt, hogy azt a kezdő tőkét egy részvénytársaság alapításához, építkezés megkezdéséhez melyik érdekkör tudja mozgósítani. Ennek a folyamatnak a nyertese volt Báró Erlanger Viktor, aki az előmunkálati engedélyt kért. Ő már hosszabb távon gondolkodott, tehát nem csak Nagyszenk, hanem ugye Sopronon keresztül az akkori osztrák határváros Ebenfurtig kapta meg az előmunkálati engedélyt 1872. évi 27-es törvénycikk alapján. Az ő mai szóval éve lobby tevékenysége, érdekeltségeinek sikeres feltárása vagy mozgósítása révén sikerülhetett az, hogy ez az előengedély egy részvénytársaság megalapításához vezetett. Egy picit később, mint látjuk, hiszen az 1873-as évben egy tőzsdekrak volt Európában, ami azért megnehezítette itt a pénzügyi mozgásteret, mozgásokat. Így az állami kamatbiztosítási rendszerből érdekes módon kimaradt, de 30 évig jelentős adó, bélyeg és illetékmentességet kapott, ami a kezdeti éveknek a sikerességéhez mindenképpen hozzájárult. Maga a részvénytársaság megalapítása 1875. február 1-én volt Budapesten, úgyhogy itt még lesz több olyan dátum 22 után, majd 25, 26 és 29 is, amikor kerek évfordulókat lehet ünnepelni. Bízunk benne, hogy a legtöbbet azt a jelenléti konferencia formájában. Ezután kezdődhetett meg tulajdonképpen az építkezés, ami első körben a magyarországi szakaszon valósult meg Győr és Sopron között. Lehet azt látni, tovább ugrok, mert azt mondjuk pont lehet, igen, itt a térképen mutatom is, és 3 évvel később, 1879-ben a Sopron-Ebenfurti vonal. Ennek a nehézségei egy külön előadás témáját megérnék szintén, nagyon sok minden információ összegyűlt itt, nem csak az alapítás, hanem a későbbi működés kapcsán is, hiszen maga az előengedély az egészen pontosan csak Lajta Újfaluig, Neufeldig tartott, és így nem volt bejutása a Gyesevnek az osztrák hálózatba, tehát pont a Lajta az állomás és a Lajta folyó, valamint a Lajta folyónak a túloldalán lévő Ebenfurt állomás, ami egy, bocsánat, majd biztos fogják mondani itt a leseves kollégák és vezetők, hogy az hány kilométert jelent, de ellenyésző távolságra még nem volt előengedély. Így hiába tudtak eljutni a vonatok, a szerelvények Lajta Újfaluig, Neufeldig, magába az osztrák hálózatban nem tudtak csatlakozni, és ezért történt az, hogy 76 után, hát éveknek kellett eltelni, mire ez a
nyitás megtörténhetett. Fontos dokumentumok voltak itt a kutatás kapcsán, illetve amit is szeretnék bemutatni, maga az engedélyokmány 1872. október 15-én, az alapszabályok, amiket a részvénytársaság alapításánál fogadtak el, és az ezt követő szervezeti működési szabályzat, mai rövidítésére SMS. Mivel láttam azt, hogy külön a teherforgalomról is lesz előadás, és a személyforgalomról, hogy ezeket a statisztikáimat, meg táblázataimat, meg mindenféle számaimat nem hoztam el, hanem helyette egy olyan érdekességet hoztam, amit talán kevesebben ismernek. Itt a társasági szervezet a dualizmus idején táblázatot lehet látni, két központú társaságról van szó, és itt még Győrben működött. Lehet látni, hogy ebben az időszakban, tehát a legkorábbi évek még itt, hogy 1879-ig van, és 1880-tól lesz Sopronban is központja a Gyesevnek. Ekkor még Győrben székel az üzleti felügyelőség, illetve Budapesten a vezértitkárságnak nevezett szerve a társaságnak. Ezeket a pontos számadatokat, hogy melyik helyen hány fő van, az a Vörös László szerkesztésében megjelent vasúti évkönyvből lehet megtudni, ami szerencsére teljes mértékben digitalizálva van az Arcanum honlapján, úgyhogy valamennyi előfizetését cserébe ezért ritkaságokat is tudunk otthon a laptopunkon olvasni. Itt már körvonalazódnak azok az osztályok, azok a szervezeti egységek, amik a későbbiekben is meghatározóak lesznek. Azt kell mondani, hogy a dualizmus évtizedeiben nem számított kuriózumnak, és semmiféle unikális jelzővel nem lehetett illetni. Egy osztrák-magyar monarchiában külföldi tőkével alapított társaság ebben a korban nem számított nagy csodának, inkább elterjedtnek számított. A óriási jelentősége, mert a későbbi diákban jelzett határmeghúzások és az azt követő szervezeti és vállalati működésben történő változások jelentették. Amit itt szekcióelnök úr mondott, hogy a két világrend határán a vasfüggöny két oldalán való működést azt nem hoztam be, mivel az túlságosan elnyújtotta volna az előadásomat. Ha lesz lehetőség, későbbiekben szívesen erre majd kitérek. Tehát a kezdeti időszakban 1876 és 79, tehát itt a győr-soproni vonal átadása és a soproniben forti vonal átadása közötti legkorábbi ősi időkről lehet beszélni. Szerencsére pontos kimutatással, hogy hány fő is dolgozott ekkor a vállalatvezetőségében. Hoztam egy kettes táblázatot, itt már 1880 után, tehát az Ebenfurti vonalátadása idején történt, itt már Sopronba került a központ, 1898-tól az üzletigazgatóság épülete, mai napig is ebben működik a Gyesev, mint már a vezérigazgatóság, ami a közelmúltban költözött át Budapestről, de összességében ezeknek az osztályoknak a megléte végig jellemezte a Gyesevet. Későbbi előadásokon majd kiigazítást kérek, hogy elnevezésében, vagy esetleg összevonásában jelenleg, vagy az elmúlt évtizedekben ez mennyire változott. Itt ezekben a történelmi, idézőjelben történelmi időkben ez a beosztás volt a jellemző, ami ebben az esetben sem mutat különlegességet, mivel a többi magántársaságra is ez a két központú és a budapesti székhely mellett egy helyben közel a vonalakhoz lévő központnak a megalapítása volt a jellemző, nem csak az ország nyugati, hanem a keleti bármelyik területén lévő magántársaság esetében is. Külön itt a közgyűlés, igazgatóság, illetve a felügyelőbizottságról a budapesti vezérigazgatósághoz tartozott, és az üzletigazgatóság pedig külön az építészet, építési, forgalmi, gépészeti, pénzügyi, kereskedelmi és a bevétel ellenőrségi osztályra lehetett osztani. És ez egészen szépen, nagyon jól működött, lehet volna látni
Természetesen a későbbiekben látjuk, hogy a dualizmus évtizedeiben ez milyen szép fejlődési pályán volt mind a személy, mind a teherforgalomban. Mellékvonalak is csatlakoznak ehhez a sikertörténethez, amik a GESEV hálózatához csatlakoznak, bár nem a GESEV kezelésében vannak. Sopron Kőszeg volt ez, valamint a Sopron Szombathely, Pozsony Szombathelyi, a Pápa Csornai, valamint a Sopron Pozsonyi. És ugye nem szeretnék megfeledkezni a Feltővidéki Hívről sem, mai napig az alapítása óta a GESEV kezelésében van, egyesebb látja el ennek a forgalmát. Itt is óriási problémák voltak az építkezésnél az 1890-es években, hogy a GESEV fővonalat észak-déli irányban való meccésnél melyik településen keresztül haladjon ez a csatlakozási lehetőség. Eszterháza, Fertőszent Miklós, illetve Kapuvárnak az érdekei feszültek egymásnak, aminek a legvégén egyébként az Eszterháza és a Nagycenki érdekkör Eszterháza csatlakozási ponttal győzött. Ez volt a Feltővidéki Hév, azért mondom, hogy volt, mivel sajnos a déli szakaszát a későbbiekben 1970-78-ban felszámolták. Az északi része az osztrák, későbbi osztrák területeken működő szakasz, mai napig úgy tudom, hogy sikereket tud felmutatni, és jól működik. Ez is egy külön előadás lenne, illetve volt is részemről a legutóbbi szintén KTL szervezésében lévő szombathelyi konferencián tavaly szeptemberben. Ez egy kis kitekintés arra, hogy ezzel együtt működik a GESEV Fertővidéki Hévvel. És ahogy említettem, hogy az első világháború után gyökeresen megváltoznak az állapotok, ez nem csak az osztrák-magyar monarchia felbomlására vonatkozott, hanem az óriási területi veszteségekre, valamint az ebből következő grandiózus szerkezeti változásokra. Ez a két béke, a Saint-Germain-i, illetve a trianoni béke szavatolta az első világháború lezárását a két vesztes ország, Ausztria és Magyarország felett, és volt egy olyan passzusa ennek, hogy a nyugat-magyarországi térség, Sopron, Moson és Vast vármegyék, még a nyugati döntő részben egyébként németek által lakott területei az osztrák köztársasághoz kerülnek. Ez még a trianoni békében is így volt leírva, ezt a korabeli térképet tudtam ide hozni. Tehát ez az újonnan megalakuló Burgenland tartománynak a térképe, és maga a Burgenland törvény, amit 1921 nyarán fogadott el az osztrák birodalmi gyűlés is, Sopron, Ödenburgot jelölte meg az új tartomány székhelyéül, és hogyha ezt kicsit rá lehetne nagyítani, vagy rá tudunk nézni, akkor itt Nagycenk is még Ausztriához került volna, tehát egy nagy területi csonkításon ment volna keresztül Magyarország, főleg azért is, hogyha még tovább nézegetjük ezt a térképet, és megnézzük azt a déli vasútnak a vonalát, tehát a Sopron-Szombathelyit, valamint a Sopron-Győrit, akkor látjuk, hogy a kettőnek az összefutása az pont Nagycenknél történik, ez mai napig is így van, és ez a pont is Ausztriához került volna. Többször is hangsúlyoztam, mivel nagyon összetett a téma, és rengeteg forrás áll rendelkezésre, hogy erről egy külön előadás, vagy még egy szekció is lehetne, hogy a vasutaknak milyen határmegállapító, határmódosító szerepe volt. Itt egyértelműen véleményem szerint ez a határmeghúzás a vasutak birtoklásáért, és Sopron mint egyben vasúti központnak a megszerzésére irányult. Ennek a kivitelezésére már nem került sor, hiszen az úgynevezett nyugat-magyarországi felkelés 1921-ben itt a fontos apronológiai számokat hoztam, amikről most több megemlékezés is történt itt a városban a kerekévforduló kapcsán. Eredményezte azt, hogy 21. októberében Velencében ült le az osztrák és a magyar külügyi bizottság, ahol már a soproni népszavazást tudták körvonalazni. Ebben a népszavazás, itt már leírták azt, egy szó szerinti fordítás, amit itt kiemeltem, hogy amennyiben Sopron Magyarországhoz kerülne, minden vasúti előny biztosítani kell Ausztriának.
Ugye ez a passzusnak a gyakorlati kivitelezése egyértelműen a Gyesevre hárult, illetve még abban az időben még azért korán sem volt biztos, hogy a működését folyamatosan fent tudja tartani. Ez majd mindjárt ki fog derülni, hogy miért volt ez sikeres. A kerekéfurduló kapcsán itt a városban ugye megemlékeztünk tavaly decemberben a soproni népszavazásról, meg az eredménye az, hogy Magyarországhoz tartozott a Sopron térség, illetve a város és a környezetében lévő 7 település. További évszámokat hoztam még ide. A 21-es októberi velencei jegyzék, valamint a decemberi népszavazás után már 22-ben Bécsben ültek le a Gyesev és az osztrák államvasutak, akkor a rövidítés szerint BBÖ képviselői. Az úgynevezett Pécsi Póthatározmányban jelölték ki azokat a pontos részleteket, hogy milyen módon lehet megadni Ausztriának, az osztrák embereknek azt a lehetőséget, hogy minden akadály nélkül át tudjanak haladni Sopronon. Ez egy hosszú leírása a gyakorlati kivitelezésnek, ami a lényege az, hogy mindaz áruk vámmentesen, a személyek pedig útlevélkezeléstől mentesen át tudnak haladni, áthaladni a városon. Ez a Burgenland észak-déli összekötetésében volt kulcsfontosságú. Hogyha jól tudom, de itt a későbbi előadók biztos ki fognak rá térni, ez a mai napig is egy nagyon-nagyon fontos ismérve a városnak és a régió közlekedésének, hogy Burgenland észak-déli összekötetése a Sopronon keresztül zajlik. Erre a póthatározmányra a Gyesevnek a vezetősége nagyon gyorsan tudott már reagálni. A következő év márciusában üzletvezetőséget alapított Betriebsleitung. Akkor még nem a tartomány székhelyéül szolgáló Kismartonban, mindjárt majd lesz elő is egy táblázat, ami mutatja majd az új helyzetnek a vázolását, és az osztrák szövetségi kormánynak új országról van szó, új államformáról, hiszen Ausztria esetében az államforma is változott királyságból köztársaságá, új határok, egy teljesen új helyzetben újból engedélyezni kellett a különböző magántársaságoknak a működését is többek között, és ezt az osztrák állam nem mulasztotta el. 1923. júliusában mind a Gyesev, mind pedig a Fertővidéki Hévnek a működését engedélyezte, de ehhez én úgy gondolom, hogy nagyon nagy szerepet játszott a korábban már osztrák területen megalapított üzletvezetőség. Így tudta szavatolni a Gyesev működését, a megváltozott határok, és a korábban egy ország, illetve Vámunió után két külön idegen ország határain átnyúlva. Itt lehet látni az 1923 utáni állapotokat, egy kicsit beleírva a 20-as évek utáni részeket is, itt a 30-as évekre gondolok. Tehát itt egy bécsi képviseletet is előírt ez az engedély, hogy nem csak a magyar fővárosban, hanem az osztrák fővárosban is legyen képviselete az új vállalatnak, az új körülmények között működő vállalatnak. Ez a Kismartonban működött, majd 25-től pedig napjainkig Bécsben. A korábbiakban ugye lehetett látni ezt a üzletvezetőséget, ami Kismartonban működött, majd pedig 1933-tól napjainkig Vulkapordányban működik. Ez a szerkezeti felosztása a vállalatnak mai napig fennáll. Egyetlen egy dolgot még itt kiegészítésül lehet tenni, az 2000-es, 2010-ből elnézést kérek, ez nem olyan túlságosan régi esemény, és nem akarok hülyeséget mondani, hogy mikor költözött át a vezérigazgatóság Sopronba, ezt majd az utánam lévő előadók meg fogják tenni. De összességében nézve ez a fajta felosztás, ez a térbeli felosztása és a szerkezeti felosztás mai napig fennáll, lényegesebb elemeit mutatva, amit az 1920-as éveknek a rendszere mutat, és akkor alakult ki tulajdonképpen az a helyzet, hogy a határon átnyúlva
hogyan, milyen jogi keretekkel és gyakorlati kivitelezéssel tud működni egy magánvállalat. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Több minden dolog itt lett volna, hogyan hangsúlyoztam, egy kicsit lehet, hogy túlságosan zavaró is volt, hogy mindig mondtam, de valóban nagyon sok mellékiránya van itt az alapításnak. Én egy kicsit fel tudtam vázolni talán a dualista évtizedeket, illetve a 20-as éveknek a nagy átalakító és olyan fontos tényezőit, amik a mai napig hatással vannak, és egy fontos tényezőként lehet értékelni, értelmezni a részvénytársaság életében. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet! Mi köszönjük, Gábor, az előadás. Én úgy gondolom, hogy a történészek bizonyos esetekben nagyon fontosak, mert sok mindent föl tudunk tárni, fölvillantunk korábbi modelleket, ugyanakkor pedig sajnos valóban ilyen adatbőséggel bírnak mindamilyennel Gábor is a dolgozat írása és gyűjtése során, elég nehezen tudjuk kordában tartani magunkat az ügyben, hogy megfelelő időt és megfelelő fontosságot tartsunk. Ha nagyon a bevezetőben én fél mondattal jeleztem, és igaza volt a Gábornak, hogy az érdekességet, ami a két határ, illetve a két rendszer határán való működés hozott, azt ő nem tudta és nem is akarhatta felvillantani, az már nagyon sok időt vett volna igénybe, de azért az látszik, hogy az alapításkor egy egységes államon belül, vám és pénzhatár nélkül indult meg a munka, aztán pedig a Velencei Bizottság döntései alapján kettébe vágott hálózat, pontosabban jogilag nem, csak gyakorlatilag kettébe vágott hálózat, újabb és újabb fordulókon ment át, hiszen például Ausztria Németországhoz csatolása után az a szakasz például már betagozódott az egységes német birodalmi hálózatba, aztán utána a szovjet zónába, úgyhogy volt és van itt mit kutatni. Most hát ennek az indulását villantotta föl nekünk Varga Gábor, köszönöm szépen a megjegyzéseit, és az különösen örülök, annak különösen örülök, hogy az első időszak struktúrájától kezdve mutatta be a vállalat belső szerkezetét, mely még könnyebb lesz bekonferálnom a későbbi kollégákat, ugye, és a későbbi témákat. Ahogy a bevezetőben is említettem, nagy örömömre szolgált az, hogy a jelenlegi vezetést fontosnak tartotta nem csak a jubilális évforduló megünneplését, hanem a pillanatnyi állapot bemutatását is. Most hát erre a vezérigazgató úr helyett a stratégiai igazgató úr vállalkozik, ugye, Cimbala András a modern gyesevet fogja nekünk bemutatni, és bízunk benne, hogy azok a dolgok, amiket elmond, az bővíti a tudásunkat. Kedves András, öné a szó. Köszönöm szépen. Megpróbálok először egy képet adni magamról, hát ha sikerül. Az nem árt, legalább lássuk, hogy kit szidjunk. Előfordulhat, hogy... Sikerült. Igen, de előfordulhat, hogy a hangminőség nem lesz túl jó, az elő szokott sajnos fordulni, hogyha kép is van. Ha így most lenne, nincs baj, most nincs baj. Akkor majd szóljatok nekem. Jó. Mindjárt megnyitom az előadást, és akkor pillanat. Megosztom a képernyőt. És akkor, bocsánat, elvileg kellene látszódjon. Látja mindenki? Igen, itt van a 150 éve gyesebb stratégiája fejlesztései. Parancsolj, András. Köszönöm, elnök urat, köszönöm a online konferencia érdeklődőit, meghívott vendégeit, és akkor ugorjunk egy nagyot az időben. Ez az év egy jeles esemény a számunkra. A 150 éves évfordulónkat ünnepeljük, az alapításnak a 150-es évfordulóját. Ahogy a Varga Gábor kolléga úr említette,
viszonylag sűrűn követték az események egymás után magukat, úgyhogy mindig van egymást követő pár évben olyan időpont, amikor egy ilyen jubilónot lehet ünnepelni. Úgyhogy így fordulhat elő az, hogy nemrég még ünnepeltünk 125 évet, meg 140 évet, meg különböző éveket, és most hirtelen megint 150 évnél vagyunk. Úgyhogy ezzel a 150 éves évfordulónkkal szeretnék kezdeni, néhány gondolatot ezzel kapcsolatban megosztani. Ugye 1872-ben lett aláírva az az engedély okmány, amit most mi úgy hívunk, hogy engedély okmány, ami a vasútvonal fizikai létrejöttének egy fontos mérföldköve volt. Ezt az engedély okmányt nem túl régen kezünkbe foghattuk eredeti példányban, és vezérigazgató helyettes úrirodájában egy ilyen közös fotózás keretében meg is örökítettük ezt az alkalmat. Tényleg eredeti, az illata is ilyen, amikor az ember ilyen nagymúltú könyvtárakba jár, tehát olyan illatot áraszt magából ez a dokumentum, és úgy magával ragadja az embert egy ilyen 150 éves okmánynak a kézben tartása. Erre a 150 éves évfordulóra a Gyesev egy ünnepi sorozattal fog készülni. Ennek az egyik ilyen fő megnyilvánulási eleme, hogy 150 éves eseményét egy ilyen kronológiai dokumentumban foglaljuk össze, ami majd a Gyesev shopban és a webshopban is elérhető lesz. Ez valamikor a nyár folyamán lesz majd forgalomba helyezve. Illetve ennek a 150 éves évfordulónak elég nagy publicitást kívánunk adni, és marketinges kollégák csomó ötletet gyűjtöttek össze, amik az év során tettekben is fognak megnyilvánulni. Most májusban egy Taurus mozdonyt fogunk 150 éves matricázással ellátni. Itt a képen alul látható a 140 éves évfordulóval matricázott mozdonyunk. Ezt fogjuk lecserélni. Itt volt egy kis műhelytitkot árulok el. Volt egy kis időzőben kis vitaházon belül, hogy legyen-e a 140 éves matricázva, vagy egy másik matricázva, de végül úgy döntöttünk, hogy ezt matricázzuk át, mert hogy nehogy valaki itt félreértse a dolgot, hogy ne értse, hogy lát egy 140-es, meg egy 150-est is, mert ennek egyébként most így kicsi a kép, nem annyira jól látszik, élőben nagyon jól sikerült ez a design. Aztán a postával együttműködve, és sikerült erre megfelelő fórumtól engedélyt is szerezni, az évforduló alkalmából június hónap folyamán postabélyeg fog megjelenni. Ez itt egy nyers design, az elfogadott változat, áraton elfogadott változat, amit még a postának különböző grafikusai is még megformáztak egy kicsit. Ez nagyon hasonló lesz, de egy kis változás azért lesz benne. Akkor azt mondja, hogy ami nagyon népszerű már most is, marketinges kollégáink a vasút és a vasúti utazás, illetve a Gyesev népszerűsítését, azt egy ilyen nagyon jó pofa, ugye mindenki szereti az édeset, az édességet, egy ilyen nagyon jó pofa attrakcióval tették színessé, nagyon kedvező áron,
vasúti utazást igénybe véve a működési területünkön lévő cukrászdák, akik velünk együtt működnek, a saját megalkotott gyesev színvilágára asszociáló süteményt kínálnak. Péntek, szombat és vasár, bocsánat, inkább szombat-vasárnapi napokon. Itt egy, aki ilyen jegyet vált ki, annak le kell bélyegeztetnie a cukrászdában a jegyet, és akkor így érvényes a visszaútra. Ez egy jó kis kirándulás, és még egy kis látogatással egybekötött. És ami még itt ebben az évben lesz, az egy futónap. Ez októberben van elképzelve. Csapatfutás lesz, váltófutás. Erre külön lehet majd nevezni. Vulkapordány és Sopron között, gyakorlatilag a modern Gyesev két fő központja között, 23 kilométeren, különböző mezőgazdasági utakon egy ilyen futóverseny kerül majd megnevezésre, megrendezésre, és akkor el is érkeztünk az előadásnak ahhoz a részéhez, ahol kicsit a modern Gyesevről szeretnék, vagy fogok beszélni. Modern Gyesevként a most alkotás alatt lévő stratégiánkat gondoltam nagy vonalakban ismertetni, nagy vonalakban bemutatni. Ugye jelenleg is van egy érvényes stratégiánk 2018 és 23 év között. Egy időszakra szóló stratégia, de azért látjuk, hogy a mostani időszakban, mostani világban ott tartunk, hogy ezek az 5 évek, ezek már inkább hosszú távnak mondhatók lassan, semmint hogy azt lehetne mondani, hogy nagyon, nagyon állandó lenne 5 év alatt a történet. Csak egy rövid bemutató vagy ismertető arra vonatkozóan, hogy hogy néz ki a Gyesevnek a jelenlegi tulajdonosi szerkezete, mert szerintem a érdeklődő kollégák, vendégek nagy rész előtt állt azért ismert, hogy a többségi magyar állam tulajdonban van a Gyesev, kisebbségi osztrák állami tulajdonban, és van egy Strabag rész, illetve Gyesev az mai napra igazából egy ilyen cégcsoporttá formálódott, azzal, hogy bizonyos tevékenysége, mondjuk egy önálló cégbe, a áruforrási tevékenység egy külön cégbe van szervezve, akinek még további érdekeltségei vannak, illetve a Fertővidéki Hév Zrt. Is meg volt már korábban is említve. Az évek során, sok-sok év során ennek is mindig változott a tulajdonosi köre. Volt egy időszak, amikor a Gyesev ezt 1 forintért eladta, aztán nem is olyan túl régen pedig 1 euróért visszavásárolta, úgyhogy jelenleg a Gyesev Zrt. A tulajdonosa, és mi végezzük a vasúton a pályaműködtetést. És akkor visszatérve arra a gondolatra, hogy miért is vagyunk abban az időszakban, abban a stádiumban, hogy új stratégiáról beszélünk. Az 5 év az kezd egyre inkább hosszú idő lenni, és látszik az, hogy ennek egy ilyen fele periódusában, 2-3 év közötti időszakban a korábbi stratégiáknak a, ha nem is teljesen átformálása, hanem aktualizálása, az időközben változó jogszabályi környezet, vagy egyéb trendeknek az alakulásának a függvényében a finomítása, pontosítása vagy hozzáigazítása szükséges. Most pont ebben a cipőben vagyunk éppen. Mik is voltak ezek a mostani nagy kihívások, amivel mindannyian találkoztunk? Hát ugye nem kell sokat beszélni róla, szinte már lerágott csont a COVID, ami sajnos most úgy tűnik, hogy azért hosszú távon még velünk lesz.
ez azért sok minden mást is generált, utazási szokásokat, oktatási formákat, életformák megváltoztak, mobilitási formák megváltoztak, és az igények is megváltoztak. Ezzel kapcsolatban egy technológiai fejlődés is megfigyelhető napjainkban. A különböző elektromos meghajtású eszközök azok egyre elterjedtebbek, egyre olcsóbbá, egyre könnyebben hozzáférhetőbbé váltak, és megjelent egy úgynevezett mikromobilitási igény is, ami szintén kihívás elé állítja a szolgáltatókat. Ugye ezeknek az eszközöket az utasok szeretnék mindig magukkal vinni, tehát ez nem egy könnyű kihívás. De látjuk magunk körül a környezeti változásokat, a hirtelen jelentkező környezeti jelenségek, akár az egyik napról másikra lehulló hatalmas csapadék, vagy a szélsőséges hőmérséklet ingadozást. Pont a napokban is tapasztalunk, hogy reggel még van akár -3 fok, délután még +23 fok. A széndioxid kibocsátás egy nagy kihívás, illetve vannak a csökkentése külön úgy szintén. És hát az életünket, hogy mi az, amivel szemben nekünk még felkészültnek kell lennünk, az, hogy előttünk áll egy vasúti piaci liberalizáció, ami előbb-utóbb a személyszállítási piacon is jelen lesz, ugye az áruszállításban ez már megfigyelhető, akkor előttünk van egy 21-27-es EU költségvetési időszak, aminek a pályázati pénzeinek a lehetőségei még nem teljesen ismertek, de ezt tudni kell, hogy a Gyesernek a fejlesztése, a nagy szabású fejlesztései az elmúlt 10 évben, egy kicsit több mint 10 évben, azok lényegében uniós források felhasználásával történt. Az elmúlt 10-12 évben mintegy 150 milliárd forintnyi EU-s forrásból történő fejlesztést tudott megvalósulni a Gyeseven, de szintén van egy olyan piaci helyzet, amihez nekünk illeszkednünk kell, alkalmazkodnunk kell, hogy a MÁV és a Volán csoportoknak korábbi együttlevősége, majd különválása, most egy újabb fúzió történt meg, és hát nagy kihívás jelent számunkra az, hogy hogyan és miként tudunk munkaerőt bevonzani a vasutunk működésébe. Sajnos ez a szakma már nem annyira hivogató és csalogató a mostani kor fiataljai számára. És hát erre a diára gyűjtöttük össze azokat az európai vasútpolitikai kereteket, amik alapvetően befolyásolják a működésünket. Négyes vasúti csomag, aminek sok-sok-sok-sok részlete van, akár műszaki, akár cégjogi történetei, a környezetvédelmi megfelelőségnek és a környezetünk érdekébe teendőket összefoglaló különböző elvek, egyezmények, Green Deal, Smart Sustainable Mobility, Fit for 55. Előttünk van egy olyan időszak, amikor a áruforrozási koridorokat felülvizsgálják, ezeket bizonyos x évente, x időnként mindig egy ilyen új formációba való csoportosítása az felmerül, és most pont egy ilyen időszakban vagyunk, ez nekünk létfontosságú abból a szempontból, hogy a vasútvonalainkat milyen mértékben sikerül ennek a hálózatnak a részévé lobbizni.
akkor az utasjogi rendelet számunkra egy nagy kihívás, arról majd később évben is fogok még beszélni. Vasútpolitikai keretek Magyarország tekintetében. A szlájd szintén elég beszédes, önmagáért beszél. Ami működésünket és a mi programjainkat, projektjeinket nagyon befolyásolja, az még egy 2014-ben lefektetett nemzeti közlekedési infrastruktúra fejlesztési stratégia, már váltal a 2020-ban megfogalmazott versenyképes magyar vasút stratégia, de a működésünkre a V4-es nagysebességű vasútnak a nyomvonala is kihatással van, vagy lehet majd, hogyha ebből egyszer valamilyen lesz. Jelenleg készítés alatt van egy nyugat-magyarországi masterplan, ami azokat a fejlesztési irányokat próbálja meg csokorba gyűjteni, amik elengedhetetlenek ahhoz, hogy itt a Nyugat-Dunántúli régióban egy egységes vasútfejlesztési koncepció tudjon létrejönni. A 21-27-es uniós forrásokról beszéltem, ugye ez még egy nagy kérdés, hogy mi az, ami ebből a GSF számára elérhető lesz majd. Ez a nagyszabású vasútfejlesztéseinket alapvetően befolyásolja. Ezekről majd a későbbiekben még egy-két diát fogok mutatni. A működésünket, a finanszírozásunkat, az úgynevezett közszolgáltatási szerződés alapvetően meghatározza és befolyásolja. Úgy néz ki nagyon, hogy a jelenlegi területi alapú finanszírozást egy menetvonal alapú közlekedés fogja tudni majd felváltani, amiben a Győr-Soproni IC-k azok teljes egészében GSEV menetvonalon közlekedő járművek lennének, a Sopron-Szombathelyi pedig részben GSEV-es. Erről lehet, hogy majd Takács Ádám kollégám fog majd egy-két gondolatot megosztani. És hát ugye az, hogy ezek a vonatok azért közlekedni is tudjanak, pályaműködtetési szerződés az, ami a kisebb beruházásokat és alapvetően a karbantartási feladatokat finanszírozza. Ez jelenleg 2025 évig él. Ennek a megújítása is nagyon fontos majd számunkra. Illetve azt látjuk, hogy ahhoz, hogy mi versenyképesek tudjunk lenni, nagyon fontos az, hogy a szolgáltatásainkat azt hogyan, milyen értékesítési csatornákon tudjuk kínálni, és egyre inkább terjednek az okostelefonok, tehát az ilyen applikációs értékesítés irányában szeretnénk mi is elmozdulni. Néhány, ugye eddig csak Magyarországról beszéltünk főként, de ugye két ország felettén működő vasúttársaság a GSEV. Ausztriában is számba vettük ezeket a vasútpolitikai kereteket. Ott kicsit más gondolat és csoportosításba foglalva őket, de részben ott is az egyik ugye nagyon fontos pontja ennek a közszolgáltatási szerződésnek a megléte, ami elég sokat alakult és változott az elmúlt időben, szerencsére a GSEV-nek az előnyére, tehát jelentős menetvonalakat tudtunk az ÖBV, amit a korábban az ÖBV csinált, azt a GSEV tevékenységi körébe behozni. Az osztrák üzletágunknak a működését egy MIP, az a középtávú beruházási program finanszírozza. Ez az összeg, ez fixen megítélt, ezzel nagyon jelentős infrastruktúra fejlesztéseket, beruházásokat lehet majd megcsinálni, illetve megfogalmazásra került Burgenlandba egy közlekedési stratégia, aminek az a lényege, hogy a mostani menetrendi kínálatot
azt növelni szeretnék, az eljutási időket jelentősen csökkenteni, és ennek a stratégiának a központja az lényegében Vulkapordányban összpontosulna, ahol is Vulkapordány egy mobilitási központtá fejlődne majd ki. Stratégiánknak mik is a fő célkitűzései? Itt lényegében azt lehet mondani, hogy a fő célkitűzéseket már a 18-23-as stratégiánkban megfogalmaztuk, tehát meghatározó és megkerülhetetlen szereplő lenni a térségi személyszállításban, és az áruszállításban is egy jó alternatívát kínálni és minőségi szolgáltatást nyújtani. Ezt kicsit tovább gondoltuk, és a mai igényekhez és az elvárásokhoz képest kicsit tovább gondoltuk és továbbfejlesztettük. Úgyhogy azon kívül, hogy ezt a térségi mobilitást ezt akarjuk szolgálni, javítani és határon átnyúló viszonyokat létrehozni, kifele kommunikálva is a zöld célokat próbáltuk előtérbe helyezni, akár a villamosítást, akár további elektromos járműbeszerzés, szolgáltatás fejlesztéseket nézünk. Ezeket a stratégiai céljainkat, ezt 8 fő csoportba osztva fogalmaztuk meg. Az utasok, környezet, hálózat, áruszállítás, digitalizáció, biztonság, turizmus, társadalom. És mit is akarunk elérni, hova szeretnénk eljutni. Ezek a céljaink az egyes részterületeken azok a következők. Ugye beszéltem az utasjogi rendeletről, két gondolatot. Nagyon fontos az, hogy 2024, a dátumot pontosan nem tudom, de viszonylag korán 2024-ben a távolsági közlekedésben a biztosítani kell a kerekesszékesek számára a megfelelő eljutást, tehát a járműveken való utazásnak a lehetőségét. Tehát szeretnénk egy olyan járműparkot jövőre nézve, amely teljes egészében akadálymentes. A járművek életkorát szeretnénk lecsökkenteni. A fejlesztéseinknek egyik fő célkimenete, hogy a régióközpontok között egy óra, vagy akár egy óra alatti, például Sopron-Bécs között egy óra alatti eljutási időt tudjunk kínálni. A környezetünk érdekében úgy szeretnénk tenni, hogy Szombathely-Kőszeg vasútvonalunkat szeretnénk villamosítani. Gondolkodunk abban, hogy a tolatójárműveinket valamilyen villamos, hibrid üzemű jármű formátumra alakítsuk át. Vasúthálózatunk szeretnénk tovább növelni azon szakaszoknak az arányát, ahol a TEN-T-járásoknak meg tudunk felelni. Akkor digitalizációban olyan elektronikus megoldások felé elmenni, ami részben már ugye tettem említést, önértékesítési csatornákat létrehozni, amivel az utazóközönséget közvetlenül el lehet érni, de ilyen digitalizációs szolgáltatás az energiaalapú elszámolásnak a lehetővé tétele az áruforozók számára. A biztonság területén is sok van még azért teendőnk, akár közlekedésbiztonság, akár pedig a
biztonságtudatosság aktív népszerűsítésében. Sajnos az elmúlt napokban is újabb közlekedési baleset volt, tehát személy szerint azt mondom, hogy persze kellenek ezek a fejlesztések, de lehet, hogy valami más tudatformálásra is szükség van. Nem biztos, hogy a járművezetők kellő óvatossággal közelítik meg az átjárókat, vagy túlzottan elbízzák magukat. Turizmus... bocsánat. Jajajajajajaj. A turizmus az szintén egy olyan pontja a Gyesevnek, amit úgy kell azért érteni, hogy nem kifejezetten ilyen utaztató, vagy hogy mondjam, utazási irodaként képzeljük el magukat, hanem hogy annak érdekében olyan fejlesztéseket csinálni, amivel szintén utasforgalmat és vasúti közlekedést lehet népszerűsíteni. Sok-sok elképzelés van, egy törzsutasrendszernek a létrehozása, szeretnénk a kerékpárszállítási lehetőségeket a vasúton javítani, növelni, népszerűsíteni a nagycenki kisvasútunkat, erről is fogunk hallani majd még előadást későbbiekben, illetve hát a társadalmi felelősségünk az, amellett, hogy hosszú távon stabil munkalehetőséget biztosítani képes vállalkozásként szeretnénk a jövőben is ott lenni a vasúti piacon, szakmai fejlődési lehetőségeket is felkínálva a fiatal munkavállalók arányát tudatos módszerekkel próbáljuk meg növelni. És akkor egy-két konkrétum, lehet, hogy már részben említettem őket, de megismételve, elég nagyszabású járműfejlesztést tudtunk végrehajtani az elmúlt időszakban, a magyar vasúti működési területen és az ausztriai működési területen egyaránt. A villamos motorvonat flottánk az 2019-re 20 darabos járműcsoporttá fejlődött, ezeket uniós forrásból sikerült vásárolnunk, és ami nagyon, nagyon nagy előrelépés volt az osztrák üzemben, azok a Siemens Desiro motorvonatoknak a beszerzése, amiből most már van 8 darab, és gyakorlatilag az elkövetkezendő napokban, hetekben egy további 5 darabos flotta kerül majd átadásra, és ezzel fogjuk tudni a bécselővárosi forgalmat kiszolgálni. Ami a tervünk, és nagy várakozásokkal vagyunk elébe, a fotó az csak egy illusztráció, az IC szegmensbe a járműveinket, IC motorvonatokra szeretnénk cserélni. Ennek most folynak éppen az előkészületei. Egy közbeszerzést tervezünk erre kiírni, illetve a finanszírozás csomagját, kérdéskörét tárgyaljuk. A részben az EIB-vel, részben pedig a magyar állammal, hogy a 2024 évtől életbe lépő kihívásoknak eleget tudjunk tenni. Meggyőződésünk az, hogy egy vonzó közlekedési eszköz az a első számú belépő ahhoz, hogy utasforgalmat nem is az, hogy pluszba lehessen generálni, hanem inkább már ott vagyunk, hogy én úgy gondolom, hogy meg lehessen tartani. Sok változás volt a Gyesev környezetében az elmúlt időben, elkészült az M85-ös autópálya, ami azért a jelenlegi autós forgalom mellett látszik, hogy komoly kapacitásokkal bír még, az is jelentősen megrövidítette a menetidőt
nem csak Sopron-Győr, hanem Sopron-Budapest között is, úgyhogy nekünk ezzel is kell versenyeznünk. Az, hogy a vasútunk attraktív legyen, ahhoz különböző szolgáltatás fejlesztésre szükség van. Az egyik az, hogy a térségben különböző olyan kombinált bérleteket próbáltunk meg meghonosítani. Szombathely, Püspökmolnári, Körmendnádas, stb. Erről a honlapunkon részletesen lehet tájékozódni, ami azt az előnyt próbálja meg egy bérletben egyesíteni, hogy a helyi buszos közlekedés és a vasúti közlekedés egy bérlettel használható, és így a utazó az sokkal kedvezőbb áron tudja ezt a szolgáltatást igénybe venni, mint hogyha külön-külön a két szolgáltatónak a jegyét vásárolná meg. A másik attrakción pedig az, hogy a vasúti utazást célállomásokkal, célprogramokkal egybekötni, például ez a győri zójegy, vagy olyan jegy, amivel a nagyszenki látnivalókat lehet megtekinteni, különböző kerékpáros túrajegyeink vannak. Mind-mind az a lényege, hogy összekapcsolva egy másik szolgáltatással, egy sokkal kedvező áru utazást és program és időeltöltést lehet így lényegében megvalósítani, mint hogyha külön-külön próbálná valaki ezt megcsinálni. A szolgáltatás fejlesztésünknek egy fontos eleme az, hogy szeretnénk ilyen applikációs alapú jegyértékesítést megvalósítani. Ez a MÁV-nál már működik, azt látjuk, hogy ez egy jó megoldás. Az okostelefonoknak a terjedésével és az a lényegében szinte mindenkinek ott van a zsebében, ezzel a módszerrel egy azonnali jegy vásárlás az mindenképpen abba az irányba visz, vagy abba az irányba mutat, hogy a vasúti közlekedést a szívesebben veszi valaki igénybe, mint hogy most keresi a pénztárat, hol van sorban állni, stb. Ezek mind kényelmetlenek a mai gyors, felgyorsult világban. Úgyhogy ez egy olyan applikáció lenne, és egyelőre csak régiós szinten gondolkodunk benne, hogy a járművaló felszálláskor gyakorlatilag start gombbel indításával érvényes menetjegyhez jut az ember. Néhány gondolat arról, hogy a utazási idők csökkentésére milyen elképzelések vannak. Ugye a megyei jogú városok közötti elérhetőség javítása, a régióközpontok közötti elérhetőség javítása egy óra időtartamra az egy ilyen fő célkitűzésünk. Ezen belül különösen a burgenlandi közlekedési stratégia van megfogalmazottak, és annak a menetidőre való lebontása az, amit most ezen a dián bemutatok. Ennek pont az a lényege, hogy Bécsben a közösségi közlekedést a viszonylag közeljövőben úgy képzelik el, hogy a gépjármű forgalmat azt lehetőleg mindenesetre csökkenteni, a parkolási időket azt a teljes Bécs területére be akarják korlátozni két óra időtartamra, és egy olyan attraktív menetrendi kínálatot nyújtani, amivel a bécsi munkába járás az tömegközlekedéssel sokkal kedvezőbben
vehető igénybe, nem csak a menetidőben, hanem ehhez csökkentett menetjegy koncepciókat is társítottak. Ez a klímatiket, aminek érdekessége, hogy ez Sopronból való közlekedés esetén is igénybe vehető majd. Ennek a programnak az egyik kiemelt pontja, ez a Burgenland Express nevezetű, amivel akár 3-35 percen belül Vulkapolodárból Bécsbe lehet érkezni. Itt alul pedig ez a Vulkapolodári Mobilitási Központ, ami a jövőre nézve meg van álmodva. És milyen vasúti infrastruktúra fejlesztéseket tervezünk, hogy mik vannak az elképzeléseinkben. Ugye az elmúlt időszakban nem voltunk teljesen tétlenek, próbáltunk amennyit csak lehet előkészíteni, hogyha az uniós források megnyílnak, akkor legyen olyan projektünk, amivel a hálózatunknak a fejlesztésébe meg tudjuk valósítani. Hát egy dédelgetett álmunk a Győr-Sopron vonalunknak a kétvágányosítása. Ez is egy több utamban elképzelt fejlesztés. Azért, ha őszinték vagyunk, ennek a teljesnek a realitása, hogy ez megvalósul belátható időn belül, az viszonylag csekély, viszont egy Csorna-Győr közötti szakaszban nagyon gondolkodunk. Előkészítésre ki is írtunk egy közbeszerzési eljárást, úgyhogy a kiviteli tervek készítésére nagy bízunk benne, hogy sikerül a szükséges forráshiányt még hozzátenni. Az áruforozás számára ugye beszéltünk a konténerterminális fejlesztésről, ebbe szeretnénk előrelépéseket tenni. Ennek az is a hozadéka, hogy akkor nyilván ez a Győr-Sopron vonalunknak a szerepét is növeli. A egyedüli nem villamosított vasútvonalunk a Szombathely-Kőszeg vasútvonal, ezt a szintén előkészítési forrással, részben rendelkezünk előkészítési forrással ezeknek a terveinek az elkészítésére, illetve az uniós forrásoknak az elnyerésére. Úgyhogy bízunk benne, hogy egy 2-3 éven belül ez a program is tud realizálódni. A korábbi években elég nagyszabású fejlesztéseket hajtottunk végre, akár Sopron, Szombathely, Szentgotthárd, vagy a Rajka, Csorna, Szombathely, Zalaszent Iván vasútvonalak irányába. Hát a villamosítás megtörtént, de ugye az elmúlt évek, plusz ugye a villamos vontatás, illetve ennek révén megnövekedett forgalom, az előregedett vasúti pályán hagy nyomokat, tehát nagyon fontos lenne ennek a Szombathely Zalaszent Iván Porpász-Csorna szakasznak a pályaoldali rekonstrukciója. Szombathely állomásunk is lassan közel egy éves saját magunkkal, és itt egy nagyon elavult biztosító berendezés van, illetve a pályahálózat és az utas forgalmi létesítmények is elbírnának egy-egy fejlesztést. Úgyhogy ebben az irányban szeretnénk a jövőben lobby tevékenységet kifejteni, hogy erre megfelelő forrásallokációt tudjunk szerezni, illetve az áruforgalomnak, illetve az Zalaegerszegnek a közvetlen elérését szolgálná egy Zalaszent Iván delta vágány. Jelenleg ennek az előkészítésével állunk a legjobban. Ugye most 2022-t írunk, azok a munkálatok meg már 2015 évben elkezdődtek, és most vagyunk abban a helyzetben, hogy megkezdjük a szükséges lúgnyomvonal miatt szükséges területeknek a vásárlását,
és a kivitelezési munkákra a feltételes közbeszerzés kiírását bízva abban, hogy a 21-27-es programozási időszakból van ennek a megvalósítására lesz forrásunk, és ezzel tovább tudjuk növelni a vasúti hálózatunkon az attraktivitást. És ezzel szerintem igen, elérkeztünk a slide sorozatnak végéhez. Szeretném megköszönni a figyelmet, és visszaadni szót elnök úrnak. Köszönöm szépen, igazgató úrtól a bemutatót. Hát ugye egy kicsit hosszabb lett az ideje, mint amit szántunk, de megérte megnézni és meghallgatni önt, mert olyan elemeket tesz itt elénk, és villant föl, amiről legjobban önök tudnak beszélni, és hát az információ természetesen önöknél van. Köszönöm, és úgy gondolom, hogy lesz majd kérdés, de szíveskedjen benn maradni a rendszerbe később. Persze, itt vagyok. Jó, köszönöm szépen. És visszaveszem akkor. Ha más nem, én biztos, hogy fogok kérdezni. Jó. Köszönöm szépen még egyszer. És akkor köszönöm. Tulajdonképpen hogy az induláskor a Varga Gábor említette, hogy fölállt egy belső vállalati struktúra, és hát ennek a vállalati struktúrának az alakulása, átalakulása az utóbbi időben nagyon radikálisan elindult, hiszen egy kargórendszerbe való átállás volt, és ennek a Gyesev Kargónak a ténykedéséről, alapításról a napjainkig tartó viszonyáról és szakaszairól, fejlődéséről és teljesítményről fog nekünk Boda János igazgató beszélt. Kedves János, önné a szó. Kedves elnök úr, köszönöm szépen. Nagy tisztelettel köszöntöm a Közlekedéstudományi Egyesület közlekedéstechnikai napjainak keretében rendezett konferencia alkalmával valamennyi résztvevőt, előadót, illetve érdeklődőt. Megpróbálom mindjárt még meg is osztani, amit én látok, hogy láthassák önök is. Nem tudom, hogy sikerült-e. Egyelőre az előadót látjuk, mögötte a Gyesev térképet is. Már az is valami, talán így. Igen, megjött, köszönjük szépen, tökéletes. Jó. Megpróbáljuk. Jó. Még esetleg azt meg lehetne csinálni, hogy teljes képernyőre kitenni. Én nálam úgy van. Nem, jó, így is jó, akkor menjünk így, jó? Jó. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam magam részéről. Boda János vagyok, a Gyesev Kargó vezérigazgatója. Ez külön nagy megtiszteltetés, hogy a Gyesev Kargónál ezt a szerepet betölthetem, lévén csak egy rövid intermezzó. 1986. augusztus 1-én volt szerencsém munkavállalóként a Gyesevhez jelentkezni, ahol aztán a váltókezelői első megbízatásomtól ezt a pályát sikerült bejárni, és leginkább a kezdeti üzemviteli évek után inkább a kereskedelem felé orientálódni. Egyébként ezek a véletlenek összejátszása, így aztán egy nap itt találtam magam a Gyesev Kargó élén. Röviden csak, hogy miről szeretnék beszélni, itt fölvázolnám. Egész pontosan ugye 2011. január 1-től beszéltünk Gyesev Kargóról, de ha megengedik, akkor egy picit majd visszatekintek, hogy a teljes képet tudjam nyújtani a résztvevőknek, illetve a hallgatóknak. Ugye itt a néhány mérföldkő követ sikerül talán fölvillantani. Ugye itt a professzor úr a 19. illetve a 20. század elejéről beszélt. Azt gondolom, hogy ugyanitt mindent nem jelenítettünk meg,
Viszont nagyon fontos az a momentum, ami ugye 2011 előtt történt, ami ugye az a helyzet, illetve az a döntés generálta, hogy az Európai Unió úgy gondolta, hogy a pályaműködtetés és az árufuvarozás kérdéskörök alapvetően külön kéne, hogy szerepeljenek a vasúti tevékenység palettáján, és 2007-ben, ha jól emlékszem, igen, 2007-ben a MÁV kargó privatizációjával ez a rész elindult Magyarországon is. De mindaddig azt kell, hogy mondjam, hogy a vasúti árufuvarozás a GYESEF szempontjából úgy működött, hogy két nagy, szóval így fogalmazom, talán nem sértek meg senkit, két nagy testvér közé, a MÁV és az ÖBB közé beékelődve végezte a GYESEF ZRT, nyilván az András által korábban említett tevékenységet, illetve az árufuvarozási tevékenységet, aminek a bevételi oldalára az volt jellemző, hogy egy tarifális rendszeren keresztül kapta a valamennyi ugye vasúta teljesítményei alapján a bevételt, és így a két ország között elhelyezkedve, mint GYESEF. Nyilván mi is részesültünk ezekből az európai tarifákból, illetve akár a magyar vagy az osztrák export-import tarifát nézzük. Ennek a bázisa alapvetően egy próráta rendezési elv volt, ami a hálózaton történő teljesítménynek a kilométer távolsága alapján lett elosztva a bevételét, kapta meg a GYESEF a bevételét. A dolog pikantériája az, hogy a GYESEF-nek sosem volt önálló európai leszámolási rendszere. Az európai leszámolási rendszeren kapott bevételeit hol a MÁV, illetve hol az ÖBB oldaláról függően attól, hogy milyen területet érintett a fuvarozás, kapta meg a GYESEF ZRT. Talán többen emlékeznek arra, illetve nem árulok el, ma már biztos, hogy nem árulok el titkot, hogy a GYESEF értékesítési politikájában mindig az játszott szerepet, hogy a természetes, illetve a legrövidebb határátmenet Magyarország és Ausztria fővonalai között, ez ugye Hegyeshalom, illetve Nikkesdorf, és a Sopron átmenet az alapvetően hosszabb kilométer távolságot, földrajzi kilométer távolság megtételét kérte, illetve ez volt szükséges, viszont a GYESEF úgy kapta a bevételeit, hogy ezt a kilométer távolságot alapvetően a belső hatékonyság növeléssel úgy egyenlítette ki, hogy a tarifális elosztások kapcsán az ügyfél felé az alap, tehát a Győr, Hegyeshalom, illetve az osztrák oldalon a Nikkelsdorf, bécsi viszonylat kilométer távolsága alapján számolt el a nagyvasutakkal. Azt gondolom, hogy a történelmi hűség, illetve a mai helyzet összehasonlításaként ezt mindenképpen szerettem volna elmondani. Ugye említettem az uniós döntést, amit ugye neveznek az első fehér könyvnek, itt az infrastruktúra üzemeltetés és a pályán nyújtott szolgáltatás szerkezeti szétválasztását illetően. És akkor ugye elérkeztünk 2007-ig, gyorsan mondanám, hogy beleférjek az időbe. MÁV kargó privatizáció következett, ami ugye úgy indult, hogy a Rail Cargo Ausztria, ami ugye már az ÖBB-nek az árufuvarozást megtestesítő leányvállalata volt, és a GYESEF egy közös konzorciális ajánlatot nyújtott be, hiszen a GYESEF szeretett volna a MÁV kargó privatizációjában, ha már egyszer eldett a döntés részt venni. Nyilván osztrák oldalról ez támogatott volt, hiszen a belső rendszereket, belső szerkezeteket mégiscsak a GYESEF magyar oldali
része ismerte a legjobban, részt is vettünk mindenféle, vagy különböző bizottságokban, míg nem egészen váratlanul ért bennünket a döntés, hogy az uniós, egy uniós vizsgálat alapján az unió úgy döntött, hogy a Gyesevnek kell a Közép-Európában ez az árufuvarozási versenyhelyzet, mondjuk úgy, hogy tisztaságát, a tisztaságát a teljes jó értelemben vett tisztaságról beszélünk, biztosítani. Ugyan ha ránézünk a Európa térképére, és látjuk a Gyesev által működtetett infrastruktúrát, meg a Gyesev árufuvarozási kapacitásainak a nagyságát, akkor ez ugye egy picit a döntés, hogy mondjam, kicsit nehezen érthető, de nyilván a döntés volt, és el kellett indulnunk ezen az úton, aminek ugye az is volt feltétele, hogy a magyar, illetve az osztrák oldalon meglévő üzleti részesedésünket el kellett adnunk, meg kellett tőle válni, tehát itt ugye a Bildbe volt a Gyesevnek annak idején 10%-a, a Rábersped ugye valamikor 100% volt, de aztán végül 50%-ra apadta a Gyesev tulajdon része, illetve a Hungarokombiba is Gyesev, mint alapítóként vett részt, ott is ki kellett szállnunk pontosan a piaci versenyhelyzetnek a fenntartása vagy biztosítása érdekében a döntés lekövetése céljából, illetve okán. Külön meg kell említenem, hogy Gyesev Cargo-ról beszélünk, de azért nem szabad elfelejteni, hogy van egy Rábersbán Cargo nevű cégünk is, ami ugye 2011, mindkét cég 2011. január 1-én kezdte meg a tevékenységét. Először az alapgondolat az volt, hogy a magyarországi vasútvállalati tanúsítvány, illetve vasutati engedély, tevékenységi engedély, illetve a biztonsági tanúsítvány megszerzése után indulunk az úgynevezett B tanúsítványért Ausztriába. Viszont olyan hosszú idősík körvonalazódott, hogy egyszerűen azt a 6-7 vagy akár 8 hónapra húzódó hatósági eljárást úgy gondoltuk, hogy nem tudjuk üzletpolitikailag a helyén kezelni. Ezért alakult, és ezért lett a Rábersbán Cargo, egy Gyesev Cargo leányvállalataként, és párhuzamosan a két országban egy időben folytak a vasútvállalati tevékenységi engedély, illetve a biztonsági tanúsítvány iránti kérelemnek a tevékenységei. Ez ugye fontos tudni. Az alapításkor a következő, illetve egész pontosan 92 darab vasúti kocsit kapott a Gyesev Cargo apportként, illetve a terminálon meglévő kiszolgáló létesítményt, vagy létesítményeket, ugye ez a mobil rakodógép, illetve a portáldarú, a GANZ portáldarú volt. Egyébként pedig a valamennyi szolgáltatás, illetőleg a Gyesev ZRT-vel, mint anyavállalattal kötött a Gyesev Cargo szerződést, így minden olyan kérdést, ami alapvetően a háttérszolgáltatás, tehát a back office tevékenységet illeti, illetve a műszaki technikai vontatási kérdések kapcsán is a bevásárolt szolgáltatás intézmény rendszerén keresztül kezdtük el a működésünket. Néhány számot gyorsan, hogy nézünk ki ma Gyesev Cargo-ként. Ugye tavaly ünnepeltük a 10. évfordulóját a cégünk indulásának. Itt rögtön majd egy-két más táblát is mutatnék, de ami fontos, hogy és említésre méltó, hogy a vasúti kocsik darabszámát időközben le tudtuk 207 darabra növelni, ezek zömében új vasúti kocsikról beszélünk, illetve sikerült az idő 10 év alatt 4 saját mozdonyt, ebből 2 új Vectron, illetve 2 felújított 6-tengelyes dízel mozdony BR233-ast vásárolnunk. Azon kívül a vontatási igényeink megnövekedése miatt még 5
teljesen cégcsoporton kívüli bérelt Vectron mozdonyt használunk. Ma részint több áramneműt, tehát három áramneműt, illetve hát nyilván az AC két áramnemű mozdonyokról beszélünk. Azt kell elmondanunk a mai napról, hogy 244 kollégával próbálunk a megbízók igényeinek megfelelni, illetve az áru tonna kilométer, illetve az áru tonna teljesítményeink alapján a Rail Cargo Hungária, mint az egész országot lefedő vasút vállalat mögött a második helyen vagyunk ma a magyar áruforozási piacon. Pár olyan diagram, ami még ugye azt mutatja, hogy és mind sikerült a régi rendszereket átalakítanunk. A régi rendszerek, amin az imént említettem, a nagyvasúti rendszerek, ami a tarifális bevétel szerzésnek a bázisán alapult, ez hogy sikerült a vasúti liberalizáció kapcsán igényeinek megfelelően átalakítanunk. Itt látszik, hogy ma az összes teljesítményünk, árutónak kilométer teljesítményünknek 11%-a származik ebből a hagyományos rendszerből. Ezt ha másként fogalmaznék, akkor azt is mondhatnám, hogy 11%-ba vagyunk függőek a Rail Cargo Hungáriától, illetve a Rail Cargo Ausztriától ma. Az összes egyéb, tehát a fennmaradó durván 90%-nyi teljesítményt, azt a saját jogon, a magyar, illetve az osztrák infrastruktúrán szervezett árufuvarozási teljesítményeinknek, trakciós teljesítményeinknek köszönhetően regisztrálhatunk. Jön majd egy térkép, ahol meg fogom mutatni, hogy alapvetően milyen tengelyeken dolgozunk. Nyilván az új helyzetek, illetve a liberalizáció okozta nyomás, ügyfél által támasztott kihívások azért sok mindent megváltoztattak a korábbiakhoz képest. Ami nagyon, nagyon szembetűnő az, hogy a döntési gyorsaság és a döntési hatékonyság az alapvetően nélkülözhetetlen ma, illetve ami teljesen különböző a korábbiakhoz képest, hogy feladat van, és ahhoz vannak rendelve a munkatársak, meg hogy szabad így fogalmazom, ahhoz van rendelve a munkaidő és a foglalkoztatás. Tehát nem tudjuk azt mondani, hogy a hivatal bezárt és tessék holnap jönni, hogyha egy igényez délután 5-kor, 6-kor, vagy akár még később érkezik, vagy akár egy ügyfél kérés. Ugye itt az egész tevékenységi terület, ami ma Magyarország és Ausztriát illeti, illetve hamarosan, talán nem árulok el titkot, hogy a Romániába az elmúlt hónapban megkaptuk a vasútvállalati engedélyünket, mint Gyesev Kargorom név alatt, és a biztonsági tanúsítványunkra várunk, ami véletőleg azt fogja eredményezni, hogy hét hó egy után Romániába bizonyos szakaszokon, bizonyos vonalszakaszokon, bizonyos távolságon a Gyesev Cargo önállóan fogja végezni a tevékenységét. Őszintén azt kell, hogy mondjam, soha nem gondoltam volna ezt a lépést, viszont a magyar infrastruktúrán történő közlekedés nehézségei, illetve a határátmenetek nehézségei és forgalomszervezési zavarai, technikái miatt egy átmenő gépes saját jogú közlekedés tűnik alapvetően az egyedüli megoldásnak. Sajnálatos módon egy korábbi közlekedés politikai döntés volt-e, vagy nem, ezt én nem tudom. Lényeg az, hogy elég sok magyar infrastruktúrát, vagy érintő, illetve üzemváltó állomás Magyarország és a szomszédos országok között
határon kívülre kerültek, így a forgalom szervezésnek az alapkérdései is kikerültek magyar látókörből, vagy legalábbis részint, így nehéz befolyásolni a közlekedés szervezési nehézségeket, vagy mondjam úgy, hogy kihívásokat. Ja, fontos volt, imént említettem, a foglalkoztatás, ami elsősorban a mozgóművelhető foglalkoztatás kérdéskörén hozott teljesen új szint a vállalatba, ami még azt is tudom mondani, hogy merőben más a Jesevnél foglalkoztatott mozgóművezetőkhöz képest. A kargó, vagy a kargó mezben, vagy színben szolgálatteljesítő mozgóművezetőnek egy a feladata, vonata van, meg lakóhelye, és nagyjából a liberalizált piacnak megfelelően a mozgóművezető munkaideje, a vezetési ideje egészen pontosan onnantól kezdődik, amikor megfogta a kapaszkodót és felszállt a mozdonyra. Hiszen azt kell, hogy mondjuk, hogy a kargó csak guruló vonattal tud bevételt szerezni, még akkor is, hogyha ez a vonat 5 km/h megy, de legalább mozog. És ugye nyilván a költségszámítási metodusaink is attól függnek, ami vonatkilométer teljesítmény lehet hozzá rendelni. Az álló vonat az tulajdonképpen csak költséget emészt föl, illetve a költségelemek sem ma már a kargó részéről úgy vannak predesztinálva, illetve fedezetként számolva. Például, mint egy kocsivizsgáló, ugye sok esetben halljuk azt, hogy egy kocsivizsgáló a vasúton nem tudja megkeresni a alapvetően. Nem lehet annyit pénzt kérni a tevékenységére, amennyibe kerül. Mi kargóként azt mondjuk, hogy a kocsivizsgálóra ez ugyan igaz, de kocsivizsgáló nélkül nem tud elindulni egy vonat, így a bizonyos költségeknek az összességére kell fedezetet találni ahhoz, hogy egy kargó rentábilisan tudjon működni. A digitalizációra majd a végén. Ugye ezek a foglalkoztatási és döntési kérdések azt eredményezték, hogy az üzemi eredményünk az utóbbi években jelentősen megváltoztak, hál' Isten pozitív irányba. 2021-es hasád nincs még itt, de ugyanilyen magasra tudnám fölrajzolni önöknek. Tegnap volt a felügyelőbizottsági ülés, és megmondom, hogy szintén nem volt még időnk behelyezni a 21-es hasábot. Amit a baloldali ábra mutat, az ugyan egy picit fals, abból a szempontból, hogy azt akartuk bemutatni, hogy az összteljesítményen belül, a kargó összteljesítményen belül mi az, ami a valamikor egy nagyvasúti forgalmat érintőleg regisztrálunk, ugye itt a 11%-ot mondtam, illetve a szürke hasábok azt mutatják, hogy ezt a tevékenységet milyen részben folytatjuk a Jesev kargó, illetve az osztrák oldali BTD vonal szakaszán. Annyit csal az ábra, hogyha már 1 kilométert az anyavállalat infrastruktúráján megyünk, az már ebbe a statisztikába belekerült, de azt kell mondjam, hogy összességében az idegen infrastruktúra és a saját infrastruktúrán történő tevékenységnek az aránya a 70 és a 30. Itt az idegen infrastruktúra javára tolódik el. Nyilván Magyarország sokkal több vonalszakasszal rendelkezik, mint a Jesev ZRT. Itt egy picit a bevételek vannak mutatva, tehát nem csak azt, bevételeink nem csak amiatt növelkedtek, hogy a magyar fogyasztói árindex is növekedett az idők során, tehát többet kellett kérnünk, hanem a hatékonyság növekedésen keresztül, úgymond az egységnyi teljesítményre vetített bevételek is szépen látszik, hogy növekednek. Pár gondolatot, ugyan nem tudom, 5-10 percen van még, elnök úr, hogyha segítene? Bocsánat, ki volt közben kapcsolva? Semmi gond, csak mondom. Igen. 5-10 perc, jó. Ez a kép azt mutatja, hogy egyébként a vasúti szolgáltatások, vonatközlekedés, vontatás, stb. Túlmenően mivel foglalkozik még a kargó. A kargó logisztikai tevékenységgel, ugyan a másik is valahol egy logisztikai tevékenység, de raktár, elsősorban raktár logisztikai tevékenységgel foglalkozik.
ebbe beleértem a vámkezelés, vámügynöki szolgáltatást, Kargó rendelkezik valamennyi ma föllelhető, elérhető, unió által biztosított vámegyszerűsítési eljárás lehetőségével, több százmillió forintos vámgarancia keretünk van, stb. A paramétereink itt vannak sajnálatos módon, hogyha erre járnak, mindenképpen azon kívül, hogy nyilván üzemi területről van szó, kísérőt kell önök mellé adnom, mert ha óvatlanul nyitják ki a raktárajtót, rá önökre fog dőlni az áru, tehát dugig vagyunk, csúrig vagyunk. 9000 négyzetméter sátor van fölállítva az udvaron, sajnálatos módon nem, illetve sajnálatos, hogy idézőjelben mondom az okot, nem rendezvény sátrak ezek, hanem olyan nem érzékeny áruk vannak betárolva, ami ugye se a fagyra, se az esetleges hőmérséklet ingadozásra nem kényes. A fő megbízóink alapvetően a Heineken, a Velux és az IKEA, de van itt 27 éve nálunk fa logisztikával foglalkozó cég is. Ugye a rendezőpályaudvar szomszédságával épült meg a konténerterminál, amit a Gyesev életébe az irak-iráni háború generált, elődeink nagyszerű döntése, illetve a pillanatnyi helyzetnek a mondjuk úgy, hogy a gólhelyzetnek a kihasználása mellett alapították ezt a konténerterminált, ami előzetesen nyilván autódarú meg hasonló segítségével mozgatták a konténereket, de azóta hála Isten a beruházási források, illetve részint az osztrák-magyar koprodukcióba, akkor még nem határon átnyúlónak hívták, de Ostgrenze 1 és Ostgrenze 2 keretei között olyan beruházási forrásokhoz jutott a cég, ami a modern áru mozgatásnak a feltételrendszerét a terminálon is biztosította. Itt mutatom a működési területünket, ezek a fő tengelyek, amin ma mozgunk, nyilván spot megbízásokat, persze gondos számolás és számítás után más irányokban is elvégzünk. A fő rendezési elv nyilván, hogy legalább 1 eurót kell keresnünk egy üzleten, és van egy másik rendezési elv a kargóban, illetve még kettő. Az egyik az, hogyha elrontottuk a kalkulációt, és azt ígértük, hogy elvisszük, azt akkor is el kell vinni. Tehát az adott szó az legalább szerződés szintű nálunk, és ezen keresztül szerencsére ki is alakult egy olyan reputációja a cégnek, amivel a megbízók nap mint nap tudnak, illetve a jövőben is fognak tudni számítani. De nincs rajt Románia még, illetve azt gondolom, hogy ma több vasútvállalatot látunk Magyarországon is, illetve Európában, ahol egy adott fix anyacég továbbműködési területek megszerzése vagy támogatása céljából külföldön alapítanak leányvállalatokat. Több gondolat jutott nekünk is eszünkbe az utóbbi időben, de mi úgy látjuk, hogy, és ezt megint megköszönhetjük azt gondolom a nagyszerű elődeinknek, és a gondolkodás, az üzleti gondolkodásnak, mi úgy látjuk, hogy ja, valaha is a Balkán irányba Gyesev volt a Sopron, illetve Gyesev volt a fordító korongja az európai áru áramlatoknak, ezért inkább a Németországot, hiába szép nagy, meghagynánk nálunknál jobban helyzetet, jobban kiismerő cégeknek, és mi megpróbálunk ebbe az irányokba nyitni. Nyilván kapcsolatrendszerünk is van hozzá korábbi időkből, hát valamilyen szinten földrajzilag is közelebb vagyunk ezekhez a területekhez. Csak hogy be tudjam fejezni, nyilván a kargó az egy folyamatos kargóba való foglalkoztatás, a kargó az áruforozással való törődés, ez egy folyamatos változás, folyamatos kihívásnak a megfelelőségét jelenti. Azt kell, hogy mondjam, és remélem ezzel nem sértek meg senkit, hogy az uniós döntés után, miután az áruhuvarozást kiszervezték a nagy
tehát nagy vasúti érdekek, érdekeltségek testéből, hiába leányvállalati szinten most akár privatizálva van, akár nincsen. Én úgy látom, hogy azért az infrastruktúra működtető, üzemeltető részéről az áruforozás picit árnyékba került, de ez biztos azért mondatja ez a dolog velem, mert, vagy ezt velem, mert én az áruforozással foglalkozom. Itt van némi hiányérzetem, holott mindig mondom, hogy az áruforozás az infrastruktúrának mindenképpen egy olyan extra bevételt teremt, amit másik oldalról nem kell finanszírozni, hiszen a pályahasználati díj a manapság divatos témájú felső vezetéken kapott vontatási villamosenergia díj, annak a esetleges szolgáltatás liberalizáció vagy nem liberalizációja, ez egy érdekes helyzetet teremt. Kvázi a argóknak azt kell, mondjuk úgy, hogy eszi nem kap mást, ezzel kell működnie. Én ezt elfogadom, nyilván ez egy helyzet, azt viszont nehéz elfogadni, hogy ezek a díjak, mivel a kargó általában, sőt, majdnem mindig egy évre előre szerződik, ha ez havonta változik, az gáz és üzleti, mondjuk úgy, hogy fedezetromlást, reputációromlást, és egy olyan gepet jelent, amit például az idejében nem tudom, hogy fogok áthidalni, de nyilván minden nap úgy azért kelünk, és térünk nyugovóra a kollégákkal, hogy ezeket a rendkívüli módon előjött kihívásokat tudjuk orvosolni, és mivel a tulajdonosunk elvárása az nem mínusszal kezdődik soha, ezért nem is adnak más felmentést nekünk a tulajdonosaink, úgyhogy tesszük a dolgunkat. Tesszük ezt mindazzal, hogy ugye az Andris mondta a koridorok ügyét, dolgát, mi azt látjuk, hogy az észak-déli Ember koridor, ez folyamatosan fejlődik, tehát az vadvilágyi kikötők, Lengyelország, tehát az északi területeket összekötő koridoroknak egyre nagyobb a jelentősége. Ehhez kapcsolódnak bizonyos piaci átalakulások nyilván. A kombinált fuvarozás előretörése az nagyon jelentős. Ugyanilyen szlájdot nem mutattam, de a Jesef Cargo áru tonna kilométer teljesítményének 62%-a kombinált fuvarozás származik, tehát konténerrel, félpótkocsival rakott vonatokat továbbítunk export-import, illetve tranzit irányba. Mozdonyainkat láthatják sokan Németországban, nyilván a hatékonyság miatt olyan partneri megállapodásaink vannak, ahol a Jesef, illetve Jesef Cargo mozdonyok végig az infrastruktúrán tudnak közlekedni, illetve mennek köszönhetően ugye az anyacég mozdonybeszerzési politikájának, illetve a saját politikánknak. Azt kell, hogy mondjam egy kis büszkeséggel, hogy a Jesef Cargónak nincs kölcsöne. Legfeljebb házon belül egy egészen pici kis tagi kölcsönünk van a Jesef ZRT-től, de kifele semmilyen mértékű eladósodásunk nincsen. Viszont azt kell tudnunk, mindenki tudja, a versenytársak erősödnek, ugye földrajzi lefedettséget növelnek, mind a mellett ugye, hogy mi azért azért csak magyarok vagyunk, és azért egy pici üröm az örömbe az, hogy ugye a magyar infrastruktúra ugyan folyamatos fejlődésen megy keresztül, de még azért van mit tennünk, van fejlődni valónk, illetve azt gondolom, hogy a vágányzárak, vagy a vonalfelújítások struktúrájának a gondosabb megtervezése, ez kevesebb zavartatást okozna az árufuvarozásnak, de nyilván vannak a témának szakértői, akik ugyan biztosan dolgoznak ezen, csak hát nem mindig sikerül úgy, ahogy ami mindenkinek jó vagy fogyasztható. Mindez ugye nekünk semmi más dolgot nem bír elénk vetíteni, mint hogy a hatékonyságunkat növeljük. Ennek fő eszköze, az egyik fő eszköze ugye a képzés, illetve a digitalizáció. Egy nagyon komoly digitalizációs projekt kellős közepén vagyunk. Május 2-án indul a Jesef Cargo össztevékenységét átfogó informatikai rendszer, az RMS rendszernek a Go Life fejlődési szakaszba lépése, amitől mi nagyon komoly hatékonyságnövelést várunk. Én bízom benne, hogy a hosszas, megfontolt és tényleg minden részletekre kiterjedő előkészítő munkák
alapján ez jó fog sikerülni, és meg fogja hozni a gyümölcsét, egy adatra, egy helyen van inputra lehetőség, és az összes többi rendszert ebből kell üzemeltetni, ez a fő motto, és nyilván amikor az anyacégnél ez működik, az év második felébe, illetve a negyedik negyedébe ezt az ausztriai lányvállalatunkra is ki fogjuk terjeszteni. Én elnézést kérek, a pár perccel mégiscsak kiléptem a megengedett keretből. Szeretném megköszönni a figyelmet. Itt az utolsó szlájdon láthatjuk a cégünk büszkeségét. Ez egy SF Cargo első vektronja. Amit kell róla tudni, hogy a környezetvédelem jegyében, nevében matricáztattuk a mozdonyt. Azt gondolom én személy szerint, és a kollégáim is elkötelezett hívei vagyunk a zöldítésnek, a környezetvédelemnek, ennek a jegyébe készült ez a saját tervezésük is kis mozdony. Ebből ez egy van Európában, büszkék vagyunk rá, azért is, mert első mozdony, meg hogy sikerül üzennünk, vagy remélhetőleg sikerül üzennünk az infrastruktúra üzemeltetőknek, a partnereknek, a konkurenciának, hogy igenis a környezetvédelem a legfontosabb, is menjünk előre, nem szeretnénk unokáinkat gázállarcba látni, de nyilván a gázállarcot nem tudtuk erre felfestni, inkább csak a természetvédelemnél ragadtunk le. Úgyhogy én köszönöm még egyszer a figyelmet, és ha kicsit sok, meg gyors, meg túltömör voltam, azért is elnézést kérek, és várom a kérdéseket, hogyha remélhetőleg fölmerült sokakban sok kérdés. Köszönöm szépen, igazgató úrnak. Hát nem irigylem Boda Jánost és csapatát, mert valóban az ilyen nagyon gyorsan változó körülmények között hosszú távra tervezni, ráadásul szerződéseket kötni, azért egy nagyon nehéz feladat. Azt hiszem, hogy ez ügyben még biztos, hogy lesz másnak is megjegyzése, kérdése. Köszönöm szépen az összefoglalót, és most megnéznénk a másik nagy ágat, ugye a személyszállítási ágat. Ott is a Takács Ádám igazgató úr beszámol nekünk arról, hogy is néz ki a GSF-nek ez a személyszállítási tevékenysége. És így gyakorlatilag egy kerek képet fogunk kapni, hiszen látunk egy fejlesztési tervezést, láttunk, hallottunk egy árufuvarozást, és most pedig kedves Ádám, önné a szó, meghallgatjuk, illetve tiéd, nem ismerjük egymást a szó, és meghallgatjuk azt, hogy mit tudsz nekünk mutatni és mondani a személyszállítással kapcsolatban. Parancsolj! Kedves elnök úr, köszönöm szépen a felvezető szavakat. Kérdésem csak annyi, hogy jól látszik-e a diavetítő? Egyelőre téged látunk, és most már megjött a kép, és igen, megvan minden személyszállítás üzletek története. Minden jó, igazándiból abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy előttem rengeteg szép, hasznos és jó dolgot elmondtak a cégről, és igazándiból valóban ez a 150-es, ez egy olyan szép kerek szám, hogy rengeteg mindenről lehet beszélni, rengeteg aspektusból, nagyon-nagyon sok irányból, de innentől kezdve, hogy viszonylag jó alapokat kaptunk itt az előadás sorozatok alapján, tehát a tanár úrtól, a történész úrtól, kollégáktól, mindenkitől, én egy picit szubjektívebben, egy picit lehet, hogy önösen a személyszállításról, meg hát ugye már azon motto mentén, hogy miből lesz a cserebogár, ez majd az előadásból talán ki fog derülni, hogy egy viszonylag kevésbé, hát talán mondhatjuk úgy, hogy megbecsült területből, hogyan lett, ahogy elnök úr is mondta, a kargó mellett lényegileg az egyik fő tevékenysége a GSF ZRT-nek, a fő profilja a vasútvállalatnak. És igazándiból egy picit szeretnék majd nagyjából a tematika szinten, én kevés képet fogok mutatni, egy kicsit lehet, hogy többet beszélni, illetve nagyon-nagyon szeretném még egyszer megköszönni azt, hogy egyáltalán a kisvasútra, a múzeumvasútra is sor tudtunk keríteni, hiszen ez extra programként került bele a kérésemre a programsorozatba, úgyhogy én tényleg nagyon-nagyon-nagyon figyelni fogok az időkeretre, hogy Doncsecs Henrietta kolléginának, üzemvasút üzemfőnök asszonynak is legyen lehetősége a kisvasútról beszélni, mert a 150-es évforduló mellett nekünk van most egy 50-es évfordulónk is a kisvasúton, de a többi Máritának a kenyere, úgyhogy ezt nem szeretném elvenni. Úgyhogy alapvetően bele is csapnék,
150 éve vasút, személyszállítás, áruszállítás, igazándiból történelem viharai, de mégis talpon maradt a cég, de maga a személyszállítás, ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Elnézést kérek, nem tudtam jobb minőségbe betenni ezt az ábrát, de ez lényegileg egy organigram a vállalat működéséről a 2000-es években. Ott van egy piros karika itt a lenti részen, hát itt van valahol a személyfuvarozási osztály. Tehát egy picit, hogyha nézzük azt a részét, hogy mit jelent az, hogy fuvarozni, hát az olyan áruszagú. Fuvarozzuk az árut. Tehát alapvetően el lehet mondani azt, kicsit viccesen, hogy hát alapvetően a vállalkozó vasúti üzletágon belül, ami alapvetően egy teljes mértékben kargó és áruszállítási tevékenységet takart, volt, hát kinek mi, de én úgy gondolom egy-két idősebb régi kollégát is megismerve, hogy hát ilyen 20. pupként szerepelt a rendszerbe a személyszállítás, és alapvetően, ahogy látjuk, ezen ábra alapján is teljesen egy alárendeltebb, betagozódott szerepet szántak neki. Tehát alapvetően, hogyha a terminus technicus nézzük, áru fuvarozás, személyszállítás. Talán a mai terminológia egy picit jobban megfelel ennek, de alapvetően a 90-es évekre tényleg jellemző volt, hogy akár éves jelentésben is, tehát az, hogy hány árutonnát vittünk, tehát a kargónak a mutatószámai tökéletesen bemutatták, de alapvetően a 90-es években készült éves jelentésekben én legalábbis nem találtam egyetlen egy olyan mérőszámot se, amelyik az utasszámra vagy a személyszállítás teljesítményére vonatkozott volna. Pedig ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, mert pár adatot, hogyha meghallgatnak, akkor alapvetően, ugyebár 2001, 2006 és 2011 ilyen 5 éves időszakokban voltak, amikor az infrastruktúra terület és a szolgáltatási területe bővült a GSF ZRT-nek. Tehát ez alapvetően ez egy expanziós időszaknak tekinthető, és míg 2004-ben 2,66 millió utas vette igénybe éves szinten a szolgáltatásait a személyszállításnak, addig 2009-ben, tehát már az új 21-es vonallal együtt, 3,3 millió, és most azt lehet mondani, hogy a Covidig, majdnem a Covidig tényleg töretlen volt a fejlődés, mert hogyha csak a törzshálózatot nézem, tehát mondjuk a 8-as vonalat, tehát a Győr-Soproni vonalat, a Sopron-Szombathely, és utána a Szombathely-Szentgotthárdi vonalat is ide sorolva, tehát a vonalátvételek első szakaszát, akkor 3,3 millió utas volt, de 2018-ra már csak ezen a három vonalon is 3,9 millió utas volt, tehát tényleg látszott, hogy megindult szépen egy fejlődés. Minek köszönhető az, hogy egyre több utas választotta a vasutat, elhangzott tényleg környezettudatosság, rengeteg minden, de hát alapvetően az, ami minden anyagból kiderült, hogy a GSF ZRT-nek a szeme mindig a pályán volt. Próbálta felmérni és egy picit elébe menni az utasigényeknek, egyáltalán azoknak az igényeknek, amik a piacon elérhetőek, vagy egyáltalán trendnek látszanak. És alapvetően én úgy gondolom, hogy ami a stratégiai anyagban is felvillant, hogy alapvetően az utas áll az első helyen, tehát egy szolgáltatócentrikus, utasbarát cég imázsát próbáljuk kialakítani, amelyik teljesen környezettudatos, és nem csak a személyszállítás, hanem a kargó is, hiszen a gyönyörű mozdonynál láttuk, hogy milyen fontos ezen kitétel, akkor elmondhatjuk azt, hogyha a kőszegi vonal villamosodik, akkor 100%-ba villamos vontatás alatt lehet ellátni a személyszállítást. De igazándiból erről az ábráról tovább lépve, és felvillantva azt, hogy 2018-19-re, tehát mire itt sajnos beütött a Covid, eljutottunk odáig, hogy 6 milliónál több utasunk volt. Igazándiból ez az ábra már azt mutatja, hogy a személyszállítás 2009 után elkezdődött átalakítása, milyen helyzetet eredményezett. Tehát alapvetően miért 2009? Itt különböző uniós elvárások, és utána lényegileg belföldi, hazai szabályozások, előírások szükségessé tették azt, hogy a GSF ZRT lényegileg a személyszállítást egy kicsit különálló részként kezdje el kezelni, és ne mint egy
X-edik púpa társaságon belül, hanem önálló meghatározó tényezője legyen a vállalatnak. Tehát alapvetően elmondhatjuk azt, hogy a személyszállítási üzletág 2009. februárjából nagyjából elkezdte felvenni a mai formáját, és én úgy gondolom, hogy az elmúlt évek alatt tapasztalatot gyűjtve, ugyanúgy, ahogy a kargó terület, a környezet és a kor kihívásainak folyamatosan megfelelve próbál előre lépni, és előre gondolkozni. Itt talán majd egy nagyon fontos gondolatot megpróbálok előzetesen is felvillantani, hogy alapvetően nem csak mint vasút, hanem igazándiból az utasok az úgymond a megrendelő fejével is egy picit gondolkozva, nem az az érdekes, hogy vasútnál mondjuk zöld-sárga vagy kék-fehér, de ugyanúgy nem az a legfontosabb, hogy vasút vagy közút, hanem igazándiból az, hogy A-ból B-be, vagy pedig esetleg utazási lánc szinten, ajtótól ajtóig, hogyan lehet azoknak az embereknek az életét megkönnyíteni, akik ténylegesen a kicsit gazdaságtalanabb, bár jóval kényelmesebb egyéni közlekedéstől valamilyen formában a közösségi vagy tömegközlekedés irányába váltanak. Tehát azt mondhatjuk, hogy van rengeteg potenciál előttünk, és tényleg nagyon bizakodó is vagyok, mert két nagyon nehéz év után most a 2022-es évnek az első negyedéve nagyon nagy bizakodással tölt el, tehát majdnem azt lehet mondani, hogy kanyarodunk vissza az utolsó békeévnek az erős számaihoz. Tehát nem olyan nagy a lemaradás, hogyha ez a trend így marad, és ne adj Isten, itt a világpiaci folyamatok, meg a világpolitikában lévő folyamatok újra előtérbe helyezik egy kicsit a közösségi közlekedést, vagy az egyéni közlekedés bármilyen ok miatt egy picit hátrább szorul, akkor én úgy gondolom, hogy igenis hatalmas potenciál van mind Nyugat-Magyarországban, mind a közösségi közlekedésben. Tehát alapvetően ott hagytuk abba, hogy 2009-ben uniós elvárásoknak, rendeleteknek, terveknek megfelelően, meg a nemzeti szabályozásnak az érdekében új vállalati struktúra jött létre, ezt látjuk ezen az organigramon. Itt igazándiból már nem személyfuvarozás, hanem személyszállítás, tehát talán a szó jó értelmében is arculatot váltott, illetve profilt próbált kialakítani magának a vállalat. Tehát miért fontos ez az egész történet még? Közszolgáltatási szerződés, igazándiból ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, 2023 év végén jár le a mostani, pontosan december 9-én, és ez egy nagyon-nagyon fontos mérföldkő a személyszállítás, de a vállalat életében is, hogy ezen szerződés megújításra kerülhessen. Miért fontos ez? Mert alapvetően régebben a korábbi felosztó-kirovó rendszerben mondhatjuk úgy, hogy egy picit fehér abrosz mellett hocinesze alapon történt meg a vállalatnak, illetve a személyszállítási teljesítményeknek a finanszírozása. És alapvetően, amikor 2009-ben a közszolgáltatási szerződés előkészítése megindult, és különböző gondolatok keringtek a rendszerbe, hogy pontosan mi alapján történjen meg akkor a finanszírozás, onnantól kezdve alapvetően egyértelművé vált, hogy valamilyen szinten a teljesítmény ösztönzés, illetve a minőségbiztosításnak a pontjait kellene megerősíteni. Ez igazándiból szerintem egy nagyon-nagyon jó gondolat volt, függetlenül attól, hogy a Jeseb és a MÁV Start közreműködésével egy külsős fél készítette el, pontosan az IFUA nevezetű tanácsadó cég készítette el, de létrejött lényegileg a közszolgáltatási szerződésnek az első olyan fő pontja, amelyik a régi felosztó-kirovó rendszert egy teljesítmény ösztönző rendszerré próbálja átalakítani, és úgy gondolom, hogy viszonylag jó pontokat sikerült a fókuszba venni, lásd tisztaság, menetrendszerűség, utastájékoztatás, utaskiszolgálás, illetve ettől az évtől, 2022-től már a személyzet megjelenítése is értékelésre kerül. Nem mennék bele a részleteibe, hogy elég bonyolult számolási metodika alapján, de helyszíni ellenőrzések, a megrendelő szakmai megbízottjának az ellenőrzései, illetve saját belső ellenőrzések teszik összességében kereki ezt a történetet, amit minden hónapban lényegileg egy auditált rendszerben elbírál a megrendelő, és ez alapján
megy majd a pénzügyminisztérium felé a számla, hogy lehet-e fizetni, vagy nem lehet fizetni. Tehát igazándiból én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon szervezett, jó keretet sikerült kialakítani, aminek az utascentrikusság és a szolgáltatás központúsága magja, illetve még egy nagyon fontos dolog elvált egymástól, tehát az érdekhordozók. Tehát alapvetően három érdekhordozót lehet ezen a piacon megkülönböztetni, megrendelő, lásd a magyar állam, a szolgáltató, a GESEV, és végre, hiszen alapvetően több személyszállítási konferencián is voltam, ahol már az ötödik előadás ment, amikor mondjuk elhangzott először az a szó, hogy utas. Tehát megjelenik végre az az ember is, az a személy, akiért ezt az egészet csináljuk, hiszen nem saját magunkért utazunk, nem saját magunkért vasutazunk, hanem ténylegesen azért, hogy A-ból B-be, vagy ahogy már említettem, ezen a teljes utazási láncon keresztül támogassuk és elkísérjük azt az embert, aki minket választott. És itt pontosan az a lényeg, hogy a régi rendszerben talán az volt az elvárás, hogy leközlekedett, vagy nem közlekedett le az a vonat. A minőségi kritérium, hogy mikor, hogyan, az annyira nem volt érdekes, tehát darab-darab. Ahogy a kargónál megjelentek ezek a kritériumok, mert a vevők egyre kényesebbé váltak, igazándiból nálunk is azt lehet mondani, hogy menetrendszerűség, a pontosság, az utastájékoztatás egyre nagyobb teret nyernek, és most a mai világban a felgyorsult digitális technológia mellett azt lehet mondani, hogy még egy havária vagy egy kellemetlen helyzet esetén is, hogyha rövid időn belül értelmezhető, jó, megnyugtató információt tudunk adni az utasoknak, akkor ő független attól, hogy ez az utazás mondjuk késéssel végződött, de nem elégedetlenül fog leszállni. És ez a legfontosabb, hogy ne elégedetlenül. Én nem hiszek azokban a nagy szavakban, hogy élményt adunk az utazással. Közösségi közlekedés, tömegközlekedés az alap feladat. Az, hogy regionálisan, vagy pedig feláros országos távolsági szegmensben, az majdnem mindegy részletkérdés. És mindegy a szolgáltató is ebből a szempontból, tehát ténylegesen az utas érdekeit kell nézni, és én úgy gondolom, hogy ebben történt az elmúlt 10-15 évben nagyon-nagyon erőteljes változás a magyar vasúton is. Tehát, hogy egyre inkább előtérbe került a régi a szabály rendszer helyett az, hogy figyeljünk oda arra a személyre, akiért mi ezt az egész szolgáltatást nyújtjuk. Hiszen alapvetően mi nem egy élelmiszerbolt vagyunk, ahol a polcon százasával, ezresével sorakoznak a termékek, és a kuncsaft az választ. Mi a menetrend könyvet tesszük fel a polcra, igazándiból ez a mi kínálatunk, illetve ehhez azért rengeteg egyéb szolgáltatást is nyújtunk, de ez a fő termékünk. Tehát alapvetően a közszolgáltatás, én úgy gondolom, egy nagyon jó keretet adott, és lehetővé tette az elkövetkezendő időszaknak a fejlődését is. Nagyon röviden akkor egy kis történelmi részt, akkor én is megemlítek. Tehát 2010-12 között volt hatályban az első, erre igazándiból egy éves meghosszabbítás került, amikor az új, hosszú 10 éves szerződés volt kidolgozás alatt, és ahogy említettem, ez 2023. december 9-én fog lejárni, és hát az én szívemnek a rejtett vágya az, hogy mondjuk már ez év végére a megrendelővel sikerüljön dőlőre jutni, de hogyan? Ugyebár itt ez a kérdés, hogy milyen formában. A lehetőség adott, hogy a magyar állam érjen még egyszer azzal, hogy közvetlen odaítélést alkalmaz, de alapvetően térségünkben tényleg rengeteg minden történt, és a jó példákból okulva, nehogy Isten élhetünk mi is tanácsokkal, tehát alapvetően ebbe az irányba mennénk majd el. Egy icipicit még akkor a személyszállításról, tehát alapvetően a GESEV ZRT egy integrált vasútvállalat. Ezen belül a személyszállításnak megvan a helye, belső elszámolási számlákon keresztül, pályavasúttól, gépészettől, egyéb szakmai területektől veszünk igénybe dolgokat. De alapvetően, ami még nagyon-nagyon fontos, és itt ezt fölvillantanám ezt az organigramot, ez a személyszállításnak a jelenleg meglévő szervezeti ábrája, organigramja. Alapvetően két nagy területet tudunk megkülönböztetni, a személyszállításnak az üzemeltetési részét, és az értékesítés és marketing részét. Én úgy gondolom, hogy több mindent jól csinálhatnak a kollégák, meg talán egy picit én is segítem ebbe az ő munkájukat, mert a marketing, a képek, a elhangzott dolgok, termékek, akár a stratégiai előadásban is mind arra mutatnak, hogy
lépünk előre, megyünk előre, és próbáljuk a vállalatnak az érdekét képviselni, illetve ami nagyon-nagyon fontos, hogy az áruszállítás mellett a személyszállítás ténylegesen egy erős második lábbá próbálta kinőni magát, és szerintem fogja is kinőni magát a vasúti szektorba, de igazándiból egy picit, hogyha tovább gondoljuk, lehetséges az, hogy visszatérve a legelső gondolatokra, nem csak vasúti személyszállításról, hanem tényleg a közösségi közlekedés elősegítéséről lenne szó, és a GESEF ZRT-nek ebbe kéne zászlóvívő szerepet vinnie. Nem mutatnék senkit így különösebben, hogy most pontosan milyen vészeink vannak. A két nagy területet megemlítettem, tehát értékesítés és marketing, illetve az üzemeltetés, aminek a menetrendtervezés, illetve a hosszú távú koncepciók kidolgozása az egyik feladat, a másik pedig, hogy a vasútüzemmel kapcsolatos napi operatív ténykedéseket koordinálja személyszállítási szempontból. Amit talán még érdemes megemlíteni, hogy a végrehajtásban dolgozó kollégáknak rengeteget köszönhetünk, és ezek közül a munkatársak közül a személyszállítás a kocsitakarítókat, a személypénztárosokat, és a végén mondom, számomra ez az egyik legfontosabb rész, a vezető jegyvizsgálók, jegyvizsgáló kollégák tartoznak. És miért volt ez a sok hosszú bevezetés, meg gondolat arra, hogy a jövőre nézve? Tehát közszolgáltatási szerződés lejár. Lépni kell, milyen irányba lépünk, látjuk azt, hogy vannak technikai fejlődések, hogyan tudjuk kihasználni. Itt én egy tanulmányt említenék meg. Tehát alapvetően jelen pillanatban egy picit centralizált az országnak a közlekedési struktúrája. Látszott, hogy ez a centralizáció a csillag alakú struktúrákból már a 19.-20. században is azért megvolt, de jelen pillanatban ez viszonylag erős. Én hiszek abba, hogy, és ezt született budapestiként kimerem jelenteni, hiszek abba, hogy a három nyugati megye, tehát Győr-Moson, Sopron, Vas és Zala, az elkövetkezendő 30 évben, tehát 2050-ig előre tekintve, az országnak azon szeglete, azon régiója, amelyik mindenféleképpen a központi régió, tehát Budapest és vonzáskörzete mellett az országnak a dinamikusan fejlődő, erősödő, és hát maradjunk úgy, hogy esetleg a változásokat jól lekövető, ebből hasznot húzó régiója tudna lenni. Ez miért fontos? Mert 30 évre előre lehet innentől kezdve gondolkozni, és a 25-30 év a vasúti infrastruktúra járműberuházásoknál a bevált avultatási időszak. Tehát innentől kezdve van értelme tervezni. Miért? Mert az a lélekszám az igazándiból legrosszabb esetben is stagnálni fog, esetleg egy-egy településnek a lakosság megtartó ereje nem lesz olyan erős, mint most, de igazándiból ezen rengeteg mindent tudnánk segíteni a közlekedéssel is. Hogyha egy picit előre tekintünk, hogy a decentralizáció irányába megyünk, és nem csak vasútba gondolkozunk, hanem ebbe a három megyébe, mint régióba. Tehát itt a legfontosabb gondolat talán az, hogy régióba gondolkozzunk. Akkor mindenki előtt, aki egy térképet fölnyit, látszik az, hogy hoppá, itt akkor van vasút, van közút. Tehát igazándiból az új közszolgáltatási szerződésnek az egyik részében törekedni kell arra, hogy nem biztos, hogy területi hatályok mentén, hanem az utasigények mentén kellene esetleg egy új felosztást csinálni. Tehát ez egy gondolat. És igazándiból a GESEF ZRT, a GESEF személyszállítása vajon készen áll erre a feladatra. Én úgy gondolom, hogy a járműpark tökéletesen bemutatásra került az előző előadásokban, nagyon jó. Sőt, a regionális flottánk az országos szinten is kiemelkedő, és a távolsági szegmensbe, tehát az IC járműparknak a fejlesztése is napirenden van. Én nem merek semmit sem mondani, de hogyha sikerül, én úgy gondolom, hogy meg fogják nézni, és jó szívvel fogják emlegetni Magyarországon, hogy van már ilyen is tényleg a hazai közlekedési szektorban. Tehát alapvetően nagyon jó az eszközállományunk. Én úgy gondolom, hogy a szolgáltatási területünket is jól ismerjük. Látjuk, hogy mik az utasigények. Ami hát egy kicsit hiátus szenved, igazándiból a kereskedelmi részek, itt még nem értük el az önállóságnak azt a fokát, amire azért szeretnénk törekedni, de mindent elkövetünk annak érdekében, hogy egy picit a kőkorszaki utánfizetési űrjegyeket és készjegyeket idővel megfelelő
digitálisan is használható technikákra, technológiákra váltsuk le. Tehát itt azért még előttünk is van rengeteg minden. De ahogy említettem, a szolgáltatási terület decentralizáltsága az lehet, hogy egy jó megoldás, egy jó gondolat, egy jó irány lehet. Mit értek ez alatt? Tehát alapvetően a GESEF területi hatája jelen pillanatban mondjuk Szombathely térségéből 17 kilométerre Porpácnál véget ér, onnan a 20-as vonalon keresztül mondjuk ez egy start terület. Tehát igazándiból Celldömölk irányából Szombathelyet minden irányból GESEF vonalakon lehet és viszonylag modern GESEF eszközökkel lehet elérni, míg Celldömölk irányából igazándiból a társszolgáltatónak a járműparkja áll rendelkezésre, és most nem akarom a kereskedelmi töréssel kapcsolatos problémáktól kezdve a nem egységes színvonalú kiszolgálásig, de igazándiból tegyük fel a kérdést, vajon szeretne az az utas is egy modern motorvonattal jönni? Gondolom a válasz láthatlanban is az, hogy igen. Tehát érdemes a szolgáltatási területeket egy picit átgondolni, ez vajon területi változással jár? Nem feltétlenül. Pont erre adna lehetőséget egy új közszolgáltatási szerződés, hogy vagy viszonylati, vagy járat alapon igenis át lehet gondolni termékeket, járműveket, közlekedést, és az infrastruktúra biztosítója, végül is, hogyha a liberalizált piacot nézzük, ennek úgyis az első lépcsője, úgyis függetlenül kell, hogy mindenkit kiszolgáljon. Tehát igazándiból én úgy gondolom, hogy van előrelépési lehetőség, ez igaz a regionális forgalomra is, de igaz az intercity forgalomra is, hiszen a képességünk, a lehetőségeink már most is megvannak arra, és az önállóságunk megvan arra, hogy akár Budapestig saját magunk vigyünk vonatokat. És egy évben nem egyszer a Volt Fesztivál idején, hanem akár naponta többször is adott járatokat, adott viszonylatokat a GESEF ZRT szolgáljon ki. Tehát én úgy gondolom, hogy tényleg válaszutak előtt állunk, rövid távon is, meg már középtávon is. Mit értek ez alatt? Rövid távon látjuk a közszolgáltatási szerződés megújítása és az azzal járó változások hozhatnak új gondolatokat. De alapvetően ne csak rövid távon, hanem ténylegesen akár egy nagyobb időtávban, egy igazi koncepcióban kellene gondolkozni. Itt a FOR neve olvasható alul a dián. Alapvetően az a Kelet-Ausztriai Közlekedési Szövetség. Tehát igazándiból 86, most a két dátum közül valamelyik stimmel, az indulás ideje. Mára megkerülhetetlen tényező, lényegileg úgy, hogy a Bécs, a főváros, tehát Ausztria fővárosa, az a erőközpont itt van a közelben, de ennek ellenére Bécstől függetlenül lényegileg egy közlekedési szövetségként funkcionál. És hogyha itt elég tudatosak vagyunk, én hiszek abban, hogy Nyugat-Magyarország ezt meg tudja oldani, akkor regionális szinten vasút, közút, megfelelő összehangolásával, ez alatt értem azt, hogy egységes menetrendtervezés és üzemirányítás is legyen, tehát alapvetően a szinergiáknak a maximális kihasználásával előre lehetne menni. Tehát én úgy gondolom, hogy a jelenleg elszabaduló árak mellett igenis kell már most is gondolkozni arra, hogy a vonat 50%-ba kihasznált, a busz 30%-ba kihasználtak, előbb-utóbb elkezdik húzogatni mindegyiket, hogy kihasználatlan vagy. Hanem ténylegesen megtalálni azokat az irányokat, azokat az érdekeket, azokat a csoportokat, akik számára fontos, meg hát a társadalmat is egy icipicit abba az irányba vinni, hogyha tényleg környezettudatos, akkor ne adj Isten férjen bele neki az, hogy egyszer buszról vonatra átszáll, vagy vonatról buszra átszáll. És alapvetően egy vasúti gerinchálózat mentén a buszoknak a rá elhordó szerepével egy nagyon-nagyon ügyes közlekedési szövetséget lehetne esetleg létrehozni itt a térségben is, amelyik, és itt jön talán a nagy gondolat, mert az eleink azért nem csináltak sok mindent, már az 1800-as évek végén se rosszul, de alapvetően innentől kezdve ez a szövetség, tehát ez a magyar szövetség, aminek van mélysége, hiszen három megye adja a mélységét, lépne kapcsolatba ezzel a forral, tehát ezzel az osztrák szövetséggel. És miért mondom azt, hogy nincsen lehetetlen? Hát 1872 óta 150 év telt el, rengeteg változás történt itt a világban, a környezetünkben, de hogyha megnézzük, a vonat most nevezhetjük koridorközlekedésnek, bárminek, de Sopron keresztülről, Deutschkreuzból, Sopronon keresztül megy Bécsbe, és igazándiból a kapocs sosem szakadt el.
Tehát ezt a kapcsot igazándiból csak újra kellene fűzni, újra kellene gombolni, és megfelelő csatornák közé engedni. Úgyhogy én nem is rabolnám nagyon a szót, én bízom benne tényleg, hogy a személyszállítás jól fog helytállni az elkövetkezendő évtizedekben is, és tényleg a térség utasait megfelelő alázattal, megfelelő szemlélettel fogja a jövőben is kiszolgálni. Úgyhogy mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Mi is köszönjük Ádámmal az összefoglalót, és hát nagy örömmel hallottam, hogy az utassal is akarsz foglalkozni, illetve egyesebb az utas is más helyzetbe hozza. A megjegyzéseket, meg a kérdéseket majd a későbbiekben. Most először hallgassuk meg a keskeny nyomtávú vasutat, vagy kisvasutat, ahogy mondta az igazgató is, ennek az üzemvezető igazgató asszonyát, Henriettát, aki ugye nekünk beszámol arról nyilván, hogy ez a jóval később alapított, és most már ténylegesen műemlék jelleget felvett Nagyszentki Múzeumvasút hogyan is működik. Kedves Doncsevics Henrietta, önél a szó, parancsoljon. Üdvözlöm én is a online konferencia résztvevőit, és akkor még itt az elején szeretném bemutatni azt, hogy ugye rajta van ez a két név szerepel rajta, hogy Doncsevics Henrietta és Takács Balázs. Itt szeretnék majd kitérni arra, amit majd a későbbiekben is kifogok, hogy ugye már elhangzott az, hogy a munkaerőhiány és hogy a szakképzett embereknek a hiánya. Hát én azért szeretném elmondani, hogy az utóbbi években mi viszont annak nagyon tudunk örülni, és ami nagyon fontos számunkra, hogy mi nagyon sok nagyvasutas kineveztünk, kineveltünk a kisvasutasokból. Kedves Henrietta, szabad kérnem, hogy lássuk is magát. Én itt látom magamat, csak akkor önök nem látnak engem. Még nem látjuk magát, a kameráját kapcsolja. Jó? Ott vagyok. Most jó? Nem. Hát még nem. Az az igazság, hogy tudom, hogy megy ez hanggal is, de hát hogyha legközelebb cenken járok, akkor hogy keresem meg magát, hogyha most nem látom? Hát, ha egy magas szőkét fog keresni, akkor az leszek én. Jó, értettem, jó. Hát én nem tudom, mert mondom, én itt láttam magam, de sajnálom, nem tudom. Jó, akkor bocsánat, nem szóltam semmi, nem zavarom az előadását. Nem, igazán, köszönöm szépen, akkor kérném szépen majd a következő diát. Így van. Egy rövid kis tartalom jegyzék, hogy miről szeretnék beszélni. Ugye bemutatjuk majd a múzeumvasútunknak a régi idejét igazából. A 18-19-es éves rekonstrukcióról lesz szó. 20-as években a Skanzen parkunknak a bővítéséről. 21-es év, ami igazából egy nagyon fontos esemény volt számunkra, a dízel motorvonatnak az átadása, és ugye akkor a 22-es évre beszélünk, ami a mostani év, tehát ugye, amit már az Ádám is elmondott, hogy mi most tényleg úgy vagyunk, hogy egy dupla jubileumot ülünk, ami a nagyvasútnál 150, nálunk ez az 50 év. Kérném szépen majd a következő diát. És akkor egy picit a múltba vissza. Tehát ugye igazából ez 1969 őszén egy ilyen gyeseveseknek körébe merült fel ez a gondolat, hogy a hazai keskeny nyomtávú közlekedés gyorsütemű felszámolásával egyidejűleg, hogy történjék gondoskodás arról, hogy megmentsünk valamit az utókornak a részére. Ez a gondolat soha jobbkor nem jöhetett volna, mert éppen abban az évben kezdték el a Nagyszentki Széchenyi kastély helyreállítási munkálatait, és igazából ez egy nagyon jó összeköttetés volt ugye a nagyvasútról, hogy szentre el tudják azért juttatni ezeket az építkezési eszközöket, és akkor így született meg 1970-ben az első ütem, ami Fertőboz és Barátság állomás, ez a valamikori cukorgyárnak a nyomvonalára épült. Amit meg kell említeni, hogy ez egy nagyon, most is egy nagyon közkedvelt hely, ugye, mert az Ikva patakon áthidaló híd, háromlukó híd, ez ma is nagyon közkedvelt a fotósok számára, hogy ott a kisvonat elmegy, és akkor 1972-ben fejeződött be, tehát akkor lett befejezve a mostani
Szenké Múzeum vasútnak a nyomvonal, ami egy 3,6 km hosszúságú pálya. 1974-ben még elkezdték ott a skanzennak az építését, itt 8 mozdonya, de ez valahogy egy kicsit úgy lemaradt meg, hogy kicsit megállt, és igazából 78-ba fejezték be, azt hiszem, hogy a 28. vasutas nap alkalmából lett átadva, és 87-88-ban volt az első ilyen kis rekonstrukció, ahol is ott a pályát rekonstruálták, ami viszont ugye fontos nekünk, hogy a 18-19-es évben volt egy nagyon nagy rekonstrukció, állami támogatásból teljes mértékben kicserélődött a pályának a felépítménye, az alépítménye, ami nagyon fontos számunkra, hogy magas peront kapott Nagyszentállomás, ugye kastélyállomás, és ugyanúgy Fertőboz állomás. Mehetünk, köszönöm. Ugye itt, mint már említettem, hogy a támogatás az állami, és a felújítás az állami támogatásból valósult meg. A pályahálózat tehát teljes mértékben felújult nekünk, a fűtőház szintén felújításra került, tehát nagyon, nagyon szépen átépítették, és ami nagyon fontos, hogy kialakítottak az utasok számára egy ilyen galéria központot, és egy látványközpontot, ami ugye arról szól, hogy a kedves utas, amikor is Fertőboz állomáson körbejár a mi kis vonatunk, addig van önnekik arra lehetőségük, hogy látogatást tegyenek itt a fűtőházba, meg tudják szemlélni a gépeket, a bent lévő gépeket, esetleg, ha valamilyen munkák vannak, hogy ezeknek a munkáknak a folyamatába bele tudnak látni. Ami nagyon fontos, hogy ki kell emelnem, hogy a gördülő állományaink is megújultak, ami teljes mértékben, tehát ugye itt már utaltam az elején is arról, hogy itt a gyeseves szakemberek és a dolgozók voltak azok, akik ezt megálmodták és megvalósították. Na hát itt megint nagyon fontos dolog, hogy itt szintén a köszönet a gépészetnek és a műhelynek, hogy a gyesev dolgozói gyönyörű szépen, korhűen újra megalkották nekünk ezeket a kocsikat és felújították. Igen, 2020-ban egy picit megint beleléptünk abba, hogy bővítettük a skanzen parkunknak a kiállított talapszámát, ahol is Fertőbozról a skanzen parkba került egy négytengelyes gazdasági podgyászkocsi, egy négytengelyes gazdasági vasúti személykocsi, és egy négytengelyes, ami megint egy nagyon fontos dátum számunkra, 1895-ben készült zárt teherkocsi. Igaz, hogy ez a harmadik vágányon található nálunk, de egy nagyon, nagyon szépen, szintén itt a mi szakembereinknek a keze munkáját dicséri, hogy nagyon szépen rekonstruált és felújított kocsikról beszélgetünk. És még ami a fontos, hogy szintén ide került hozzánk Fertőbozon elfekvőben lévő fordító korongunk. Igen. Tehát ugye a 2021-es év, tehát a 18-19-es felújítás részeként ugye folyamatosan a Gyesev ZRT szakemberei állították, és építették föl nekünk a gördülőállományt, ami viszont ugye tényleg úgy van, hogy nagyon fontos, amit már említettem, hogy 2021-ben átadásra került a DEMOT 953-as pályaszámú podgyászteres dízel motorkocsi, amit még 1940-ben a Kecskeméti kisvasútnak építettek, valamikor akkor egy nagyon, annak a kornak egy nagyon modern dízel vontatású mozdonya volt, ami szintén a mi munkásainknak a kezeinek a gyümölcse igazából, mert elmondhatni, hogy ez az egyetlen egy olyan DEMOT van, ami szolgálatban van, és mondhatni azt, hogy a világon egyetlen egy működő DEMOTunk. Ami még nagyon fontos ott a lenti dián látni, a mi szakembereink és a mi tervezésünk, úgymond a mérnökeink és ugyanúgy a szakembereinknek a kivitelezéséből 2 darab hajtány is elkészült. Hát sajnos a hajtánypályánk is folyamatban van, de ez most ebben az évben nem fog megvalósulni, de ha minden igaz, akkor a 2023 évben egy meghosszabbított hajtánypályáról fogunk beszélni, ami
a bejárati jelzőnél kétvágányú lesz, tehát ott már lehet akkor hajtányolni. Igen, és akkor az 50 év, ugye, ami mi rólunk is szól, és a nagyvasútról is szól, és szeretném elmondani, hogy nagyon sok közös programmal készülünk, úgy a nagyvasút, mint a kisvasút, tehát összevont programjaink lesznek. Mi már indulunk most a hétvégén, ugye, mert a szezonunk ez április közepétől egészen október végéig kitolódik, tehát meghirdettük, hogy nálunk most ebbe az évben a Nyuszi fogja hozni a kisvasutat, és azt még ezt szeretném mondani, hogy a tavalyi évünk az egy olyan év volt, ahol ugye pedig hozzá kell tennem, hogy Covid volt, és minden más volt, és nem a teljes üzemkapacitással dolgoztunk, csak egy 5,5 hónapos szezont mondhatunk magunk után. Viszont azt ezt szeretném mondani, hogy annyira nagy volt az érdeklődés, hogy a 19-es évnek a háromszorosával volt nálunk. Amit viszont ugye ott az Ádám megemlített, hogy ő nem hiszed be, hogy élmény velünk az utazás. Hát én úgy gondolom, hogy nálunk ez viszont a szlogennek meg lehet, hogy igen, már pedig élmény velünk az utazás. És nagyon reméljük, hogy egyre többen érdeklődnek. Ez az év, ez tényleg egy nagyon, de nagyon programokkal gazdag év lesz számunkra, nem csak számunkra, hanem úgy a kedves közönség számára is. Mindenféle nagyon jó programmal fogunk indulni. Ismételten több év után, ami programban benne lesz, hogy bevezetjük a múzeumok éjszakáját, és minden igaz, akkor újdonság számunkra is, tehát ilyen első ízbe megrendezésre fog kerülni a Mikulás vonat, aminek megmondom őszintén, hogy mi is nagyon örülünk, és a gyerekeik is nagyon örülnek. És ezt még nagyon szeretném még egyszer kiemelni, hogy ami nagyon fontos számunkra, és úgy gondolom, hogy a vasút számára is nagyon fontos, hogy nekünk nagyon elhivatott gyerekeink vannak. Ezek a gyerkőcök 10-től 18 éves korig látnak el nálunk szolgálatot. Ugye Magyarországon mi vagyunk a második olyan vasút, ahol a gyermekek látják el a szolgálatot, tehát minden a pénztárostól kezdve, a sorompó kezelőig, a forgalmás, tehát minden a gyerekek felügyelet mellett, de minden a gyerekek kezébe van, és amire ténylegesen és nagyon büszkék vagyunk, hogy nagyon sok gyermek van olyan, akit viszont későbbiekben a nagyvasúton látunk, és jönnek a nagyvasútra. Legalábbis szeretnének a mostaniak is jönni a nagyvasútra. Igen, tehát ugye itt már elmondtam, hogy a szezon nálunk ez az április közepétől október végéig hétköznapokon vagy ünnepnapokon, és ugye egy bizonyos kiemelt munkanapokon. Minden megtalálható, nagyon nagy örömünkre szolgál az, hogy lett egy saját Facebook oldalunk és egy Instagram oldalunk, bár a Nagy Esemnek az oldalán mi múzeumvasút mindig is megtalálhatók voltunk. Én úgy gondolom, hogy most, mivel hogy picit így jobban szem előtt vagyunk, tehát azért a Facebookon mindenféle programunk első körbe fel lett töltve, és tehát előbb hozzájutnak a kedves utasok, meg az utazóközönség minden olyan aktuális dologhoz, ami mi velünk kapcsolatos. Következő diát kérném szépen. Nem, de. Igen. Itt, ami a legfontosabb, ami látszódik Gróf Széchenyi Istvánnak egy elmondata, hogy csak a múlt megbecsülésén épülhet fel a jelen. Ez igazából még 72-ben, amikor is megalakult ez a kisvasút, akkor a közlekedési múzeum adományozta a Széchenyi Múzeumnak a részére, és ez a szlogen azóta is megmaradt a gyerekeknek, tehát ez a mi szlogenünk. És ugye itt azért látszik a másik képen, hogy elhivatott gyerekeim vannak, tehát általában ilyen 30 fős csoportokkal, és ami nagyon fontos, hogy ez a kép igazából egy ilyen nyugdíjas búcsúztatón készült, mert ugye a minden évben, amikor elballagnak a gyermekeim, ők nyugdíjba mennek. Itt éppen 4 aktuális nyugdíjasunk volt, és ezek a nyugdíjasok még mindig olyan elhivatott gyerekek, hogy még mindig visszajárnak hozzánk. Következő. Igen, ugye a források, ezek itt láthatók igazából a képek még a régmúlt és a jelennek a fűtőházából. És akkor én is nagyon szépen megköszönöm mindenkinek, hogy meghallgattak, és hogy itt lehettem ezen a konferencián. Mi köszönjük a jelenlétet és a beszámolót.
Hát úgy gondolom, hogy a konferencián jelenlévő között mindenki járt már önöknél, ki egyszer, ki kétszer, esetleg ki még gyerekvasutasként is dolgozott ott. Köszönöm mindenkinek az előadását, és akkor most, hogy szokásunk, beszélgetésbe mehetünk át, kérdéseket lehet föltenni, hozzászólást lehet megfogalmazni. És azt úgy kell csinálni, ugye, ahogy említette már Sándor az elején, hogy jelezni kell, vagy a kézfeltartással, vagy pedig hát megnyitni a mikrofonját és elkezdeni a kérdésföltevést. Igen, látom, valaki bejelentkezett. Kérdése? Hát igen. Sándor, légy szíves, ezt a részt vedd át, te jó? Jó. Én abban kérném mindenki megértését, hogy 4 órakor sajnos egy nem elmozdítható megbeszélésre be kell jönni. Hogyha bárkinek hozzám van kérdése, akkor nagyon szívesen állok rendelkezésre most. Ádám, nekem lenne a Nyugat-Magyarországi Közlekedési Szövetséggel kapcsolatban, ami egy nagyon jó pofa és érdekes dolog, főleg azért, hogy a másik oldalon már milyen régi hagyománya van ennek, és ott a feladatok között felsorolásra került az, hogy a menetrendi terveknek az összehangolása, elkészítése, de ugye ez nem azt jelenteni, hogy akkor itt a nyugat-magyarországi régió menetrendi tervezését azt nem hangolnátok össze a ország többi részével, mondjuk a Balatonra menő Szombathelyi gyors éppen úgy érkezne meg Badacsonyba, hogy már pont elmegy a hajó. No, hát talán jó, nagyon jó a kérdés. Igazándiból, tehát jelen pillanatban egy országos rendszer mentén működik a vasút, ahhoz idomul a regionális szegmens. Én alapvetően ezt a helyi összehangolást sokkal inkább a vasút-közút összehangolásokra gondoltam. Értelem szerint egy távolsági közlekedésnél a mai napig is az a fontos, hogy átszárás nélkül lehetőség szerint közvetlen járattal lehessen eljutni A-ból B-be. És talán a távolsági közlekedésnél, mivel az egy teljesen más rendszerben működik, az, tehát a Gyesev ZRT sok egyvágányú pálya, sok a kötöttség. Ami nagyon nehézé teszi, hogyha felülről, mindig felülről elrendelnek valamit, amihez utána a Gyesevnek kénytelen, mert ugye már a parancsot nem szokták visszautasítani, mert szaporodik, akkor kénytelen idomulni, akkor annak előbb-utóbb mindig a regionális közlekedés itta meg a levét. De a legnagyobb jó indulat mellett is a távolsági közlekedés részaránya a hálózatunkon 30%, én sokkal inkább mondanám azt, hogy 80%-ban regionális szerepkört töltünk be. És amíg azok a fejlesztések, hogy mondjuk Győr-Csorna között második vágány épül, esetleg Csorna-Porpác között 160-assá válik a vonal, egészen addig, amíg ezek nem valósulnak meg, addig kell kompromisszumokat kötni. És én megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon erőteljesen arra hajlok, hogy a kompromisszumokat az itt élő emberek, a havi egyel utazó emberek érdekébe kössük meg. De ahogy említettem, nem kifejezetten a csatlakozásokra, hanem sokkal inkább a vasút-közút szinergiáknak a megfelelő kihasználására gondolva. És ez alatt értem azt, hogy egységes menetrend tervezés, amelyik figyelembe vesz azért rengeteg mindent. Tehát nekünk nagyon fontos egy szombathelyi pók, a szombathelyi póknak akár még a helyi közlekedésé is nagyon fontos. Értelem szerint nem lehet minket Budapesthez mérni, a nagy központi régióhoz, de alapvetően a Sopron-Szombathely-Zalaegerszeg, a Zalaegerszeg-Szombathely-Győr-tengelyeknek a mentén, tehát hogy ezt egy szép Y-ba képzeljük el, akkor igenis van egy olyan potenciál, hogy törekedjünk az ütemességre, törekedjünk az legalább óránkénti közlekedésre, és a vasút ténylegesen egy olyan gerinchálózatot tudjon felmutatni, ahol nagy jó indulattal lehetne azt mondani, hogy nem lekéste a vonatot, kicsit korábban jött ki a következőhöz. Megnyugtattál, köszönöm szépen. Nyilván ez azt jelenti, hogy ha Szombathelyről Tapolcára megy egy busz, ugye abban az időpontban nem menjen ugyanazon a vonalon egy vonat. És még egy gondolat, tehát mi nem minden hátsó szándék nélkül. Alapvetően, hogyha itt egy élhető rendszer jönne létre,
akkor ez előbb-utóbb, én úgy gondolom, hogy akár Debrecen térségében, tehát a keleti ország részbe, vagy Szeged térségében, ugyanúgy esetleg egy adott régióra értelmezhető jó közlekedési formát, struktúrát, megoldásokat tudna ajánlani. Nagyon szorítok, hogy kipróbáljátok, mert a puding próbálja a kóstolást, és hát valóban ennek hosszú távú jelentősége lenne. Én ennyit akartam kérdezni. Kérdezem, hogy a többiektől van még Andráshoz kérdés a személyszállítással kapcsolatban? Ádám, de igazán... Bocsánat, Ádám. Jaj, nem, nem. Andrásként is várom a kérdést. Elnézést, Ádám, elnézést. Tudom, hogy Ádám vagy. Hát. Csaba Attila itt jelentkezik. Attila, kedves Attila. Be kell kapcsolni a mikrofont. Fölül, jobb oldalon. Kedves Attila. Ja, köszönöm, most már hallom, igen. Igen, megvan az arc is és a hang is. Akkor kapom a szót, köszönhetem. Igen, parancsoljon Attila, kedves. Csaba Attila vagyok. Hát többek ismernek. A helyzet az, hogy ez a keresztmetszet, amit itt kaptunk a mai konferencián, óriási volt, és nagyon szenzációsan prezentálták a kollega urak a Jesev hátval történetét is, és a fejlődést minden vonatkozásban. Én magam részéről elsősorban ugye a kargóvonalhoz szeretnék néhány szót szólni, tekintettel arra ugye, hogy annak idején a minisztériumi logisztikai vezetőként a Fuller Istvánnal és a Dóda Jánossal együtt foglalkoztunk. A egyik fő feladatom volt a tárcánál, a Jesevnél, a Jesev kombiterminál, valamint a logisztikai központ kialakítása. Nagyon nagyszerű dolog volt itt a további fejlődést és a jelenlegi helyzetet látnom, hallanom. Én a magam részéről tulajdonképpen azt szeretném javasolni, elsősorban Boda János barátomnak, hogy az MLSKSZ-en keretén belül mindenféleképpen, én magam is támogatom, kellene arra vonatkozóan javaslatot tenni, hogy a valamelyik akár, tehát a legközelebbi minimum vagy önálló konferencián feltétlenül a kargóvonalat kompletten, teljes körűen mindenféleképpen javasolnám bemutatni, mert tényleg az, ami kialakult és ami van most, az példaértékű, és mindenki számára nagyon fontos lenne ezeket megismerni. Ezt szeretem volna csak mondani. Köszönöm szépen. Ha reagálhatok rá, köszönöm szépen. Szervusz Attila, jó téged újra látni. Mindenféleképpen meg fogjuk tenni. Azt hiszem, hogy ez sok szempontból is fontos, hogy fontos lehet, lenne. Ugye van még itt egy dolog, ami még oda tartozik, vagy ide tartozik, amiről ugye nem esett szó. Mégpedig az, hogy a környezetvédelem tekintetében én azt hiszem, hogy a Jesev kargó álma legközelebb ahhoz a vonathoz, amikor az első, mondjuk 8 hónap, hogyan is? Igen, 8 hónapnyi Budapest-Köln összekötés után Sopronból újból elindítsunk egy olyan összekötetést a Ruhrvidék és a Soproni terminál között, amire elsősorban a közút, illetve a félpótkocsik felszállását várjuk. Ez egy picit hasonlít a valamikori Rolára, ugyanitt a vontató és a sofőr igazából nem utazik a vonattal, de folynak a tárgyalások, folynak az előkészítések. Azt gondolom, kormányzati szinten is van mit tenni, hiszen a félpótkocsi ma még mindig nem kombinált fuvarozási egység Magyarországon. Ez mondjuk szomorú, de
de azt ígérte a miniszter úr, hogy ezt rövid időn belül orvosolni fogják, onnantól sok szempontból is támogatható lesz ez a kérdéskör, és hozzáteszem, ebbe a fuvarozási módba valósul meg az, hogy a közút és a vasút nem lesz egymásnak konkurenciája, hiszen a vasútnak nem kell a közút megbízója, kell, nyilván kéne, de ebben az esetben nem, hanem ez egy olyan áru lesz, amit a közút fölvett egy továbbítás szempontjából, csak fél pótkocsiba van még extra becsomagolva, és a vasút viszont hozzásegíti a közúti fuvarozókat ahhoz, hogy egy remélhetőleg 1000 kilométeres távolságon át eljutassa egy következő hubra, ahol aztán egy másik közúti partner kifuvarozza, és megvalósul a door-to-door, tehát a háztól házig forgalom. Ezáltal ugye a széndioxid kibocsátást tudjuk csökkenteni, és nem utolsó sorban a közútnak az van gondját, hogy a sofőr hiányt valahogy át lehessen hidalni akár a vasúttal. Úgyhogy ez még az iménti téma, az kicsit hozzátartozik, csak már nagyon szűk volt az idő. Nagyon szívesen beszélnék erről. Én ennek nagyon lelkes híve vagyok ennek az egész sztorinak Magyarországon. Meg szeretném is megvalósítani. Nem azért, hogy újságok címlapjára kerüljünk, hiszen a 8-9 hónapi Budapest-Köln sem került újság címlapjára, mert azt hiszem, hogy aki ismer, tudja, hogy nem azért tesszük a dolgunkat, hogy újság címlapjára kerüljünk, ha bár sokan megrónak ezért, mert azért talán szakmai szempontból nem ártana több publikáció, de talán majd a utánam következő generáció ezt jobban kezeli, mint én. Szabad ezt a kérdéskört folytatnom? Igen. Abba az irányba szeretném megkérdezni mind a stratégiai igazgatórat, mind pedig a kargós igazgatórat, hogy nagyon örülök ennek az iránynak, teljes szívemből támogatom. Viszont nem tudom, hogy levonták ki a következtetést annak a akciónak a sikertelenségéből, ami ugye kísérlet volt arra nézve, hogy Magyarországon áthaladó teherfáru forgalom az kerüljön vasútra. És ki is építették ugye néhány helyen a felszálló helyeket, ugye itt konkrétan itt a déli belépő pontokat ismerem jobban, és mégsem jött létre ez. Ugyanakkor most ugyanez a problémakör, ez nem merülhet föl ebben az esetben, hogy egy nagyon komoly fejlesztés van, de nem tudni azt, hogy az miért volt olyan sikertelen. Nem lehet ilyen gond, nem lesz ilyen probléma, hogy talán annak az ismeretében, hogy az a bizonyos első kísérlet sorozat, hogy a török kamionos szálljon föl a vonatra Szegedén, az nem volt sikeres, hogy ennek az oka, a pszichológiai oka, vagy a fuvarozó személye oldalári oka, az ismerte, kellően ismerte ahhoz, hogy mondjuk most ne történjen meg ugyanez egy ilyen nagy fejlesztés után se. Ennek több oka volt. Egyszer ugye az illető cég egy régi, ma már elavultnak számító, vagy legalábbis ebbe a desztinációba elavultnak számító rendszert szeretett volna feléleszteni, mégpedig úgy, hogy nem volt hozzá eszköze. És kiszolgáltatott helyzetbe került a, mondjuk úgy, ha nevén nevezzük a gyermeket, a rolakocsiknak a használatát illetőleg. Olyan áron, illetve olyan feltételek között jutott volna korlátozott számba eszközhöz, hogy egyszerűen nem lehetett elindítani. Ez az egyik oka. A másik oka, ami azóta is húzódik, azért ennek a fuvarozási módnak a Európában több helyen létezik, most már azt gondolom, hogy majdnem két évtizede, egyfajta támogatási rendszere, amit Magyarországon eddig nem sikerült abszolválni. Volt erre próbálkozás, azt gondolom, hogy az nem feltétlen jól lett megfogva az a kérdéskör, hiszen én azt gondolom, hogy ez nem a vasút üzem veszteségének a támogatása, hanem a széndioxid kibocsátás csökkentésének a jutalmazása, és én vasútként, ha én számolok el a magyar állammal ez ügyben, én 100%-ban ezt a támogatást az operátornak, aki ezt szervezi, illetve a közúti fuvarozónak
100%-ban megtérítem, illetve kifizetem. És ugye ez a támogatási rendszer sem valósult meg, ugye eszközprobléma is volt. Nyilván eszközprobléma most is fönnáll, sok szempontból. Ha untathatom a közönséget egy számmal, tavaly novemberben egy zsebes kocsi, ami egy hattengelyes kocsiról beszélünk, kettő darab félpótkocsi szállítására alkalmas, 192.500 euróba került egy darab. Egy vonatba legalább kell 17 vagy 18. Eléje kerül egy 4 millió eurós mozdony, ez az alapköltségbázis. Ehhez most az jön hozzá az új hírek szerint, ez a cég új ajánlata a gyártónak, hogy április 1-től 25%-kal megemelte a kocsi árát, hivatkozva a vas, meg egyéb tényezőkre. Tehát mondjuk úgy, hogy 250.000 euró magasságába szökik azonnal egy kocsi. Tehát alapvetően én azt gondolom, ma ezeket a kocsikat csak úgy megvenni, ez egy kihívás. Bérelni ugyan lehet, vagy lehetne, viszont ez ügyben kapacitás, tehát szintén kocsi kapacitás hiány van a piacon. Léteznek rendszerek, léteznek nagy operátorok, akik ezt működtetik ma, hiszen láthatjuk, mondjuk a magunk részéről azt tudom mondani, hogy Stuttgart és Nagyvárad között láthattok gyeseves mozdonyt. Az LKW Walter szinte kizárólag félpótkocsival rakja meg ezt a vonatot, és hetente 5-ször közlekedik, nagyjából 1000 km távolságon. Azon kívül egy másik partner hetente 3-4-szer a dunai terminálunkra, ugye a csepeli szabadkikötővel, az MCC-re megy, szintén zömébe félpótkocsival. Tehát van ennek példája, van ennek egy jó példája. Kicsit hiányoznak a támogatási rendszerek Magyarországon, kicsit hiányoznak a szabályozási rendszerek, illetve hát ugye az a tőke, amit én azt gondolom, hogy bérleti szerződésen keresztül fogunk mi egyelőre áthidalni. Van már a Gyesev tulajdonosi oldaláról felém egy olyan mandátum, ami azt támasztja alá, illetve kaptam megbízást, lehetőséget, hogy évente vehetek 20 darab ilyen kocsit. Na most ugye egy ilyen forgalomhoz, ha egy 1000 kilométert nézünk, és hetente 3-szor el kéne indulni, legalább kell 5 garnitúra, ami a tartalék kocsikkal együtt mondjuk 100 kocsi. Tehát a Gyesev saját eszközzel ezt legkorábban 5 év alatt tudja föl vagy elérni. De azért bízom, hogy van csoda, van lesznek talán más lehetőségek is. Tehát visszatérve az alapkérdésre, az akkor ott azon csúszott meg, amit említettem. Tehát a szegedi róla újraindítása, ha ez volt a konkrét kérdés. Végül is nem akartam céget megnevezni, ugye, de hát valóban a Rolláról van mondtam céget, szó. Akkor bocsánat. De jó, nem, semmi gond, mi azért nem fogunk ezért senkit beperelni, meg ebből nem lesz probléma. Csak a lényeg az volt, hogy... És a másik oldal, a kikötői oldal, az mennyire ismert? Mert ugye ez igazából véve ez a tentengely, ami részben a lengyel és a szlovák oldalról, cseh oldalról vinne árut a Adriára. No, de hát ott van az osztrák probléma is, tehát a alagút hiány az egyértelművé teszi, hogy a Gyesev kicsit ilyen kényelmes helyzetbe került azzal, hogy Ausztriába inkább a Gyeseven keresztül viszik le a tengerhez az árucikket, mondom ezt én laikusként sem, mint hogy a Szemeningen fúrjanak egy újabb alagutat. A kikötői kapacitások azt engedik ennek a fölfuttatását? Ugye itt oda-vissza a forgalomról beszélünk. Én amikor említettem, elsősorban az onnan fölfele jövő forgalomra gondoltam, de nyilván van visszafele is. Komoly kikötői fejlesztések indulnak, illetve indultak el. Komoly befektetői szerződések, bérleti szerződések köttettek. Most ugye, ami már fix, ugye az a Costco szerződés a Görögország irányából, igen. Aztán Rijekába is, ha jól tudom, most egy 30 éves szerződést írtak alá, szintén fejlesztés kapcsán, tehát ez a része, azt gondolom, hogy,
hogy nyilván nem végtelenek ezek a kapacitások. Ami az osztrák meg a GSF kényelmét illeti, hát azt gondolom, hogy az osztrák közlekedéspolitika a Semmeringen való átjutásnak a pályahasználati díj, mondjuk úgy, hogy kérdés körébe igyekszik úgy eljárni, hogy ott is a fuvaroztató ne nagyon vegye azt észre, hogy ott a hegyen kell átmenni, és mondjuk 1050 tonnánál három mozdonyt kell alkalmazni, ugyanaz a trakciós költségeknél igen, de a pályahasználati díjnál nem. Nem releváns különbség, meg ugye arra is figyel az osztrák politika, hogy figyelt eddig, de úgy látom, hogy most azért sikerül ezt a kérdéskört is abszolválni, hogy azért hiányzik ám egy Graz-Szentgotthárd közti a Lakniz hőjén lévő vonatozáshoz a felső vezeték. Igen, igen. És ugye a hadtengelyes nagy teljesítménnyel bíró dízelgépet viszont nem engedi be az osztrák közlekedéspolitika, nyilván az ívek miatt, mert azért ott egy dombos vidékről van szó, de én azt gondolom, hogy ez kölcsönösen az osztrák infrastruktúra üzemeltetővel, az osztrák politika ilyen irányú szereplőivel, én úgy látom, hogy nagyon jó irányban megy, és ezt pontosan a szabad pályahasználat mellett ez egy kölcsönös előnyökkel jár kargó részről is. Én ebbe hiszek és bízok benne. Én abszolút nem konkurenciaként, hanem együttműködő partnerként tekintek erre. Köszönöm szépen. Nem élek vissza az elnöki jogommal. Bárki kérdezhet a kedves előadóktól. Meg is kérdezem, hogy van még olyan probléma, amit valaki fölvetne, vagy kérdés hozzászólás megtenne? Hát én nem egy kérdés, csak egy érdekes dolgot szeretnék feltenni, hogyha szabadna. Érdekes volt, hogy Takács Ádám előadásában említette a személyfuvarozási osztályt. De egyébként a Varga Gábor előadásában, hogyha emlékeztek rá, a két SMS az érdekes dolgokat mondott, az, hogy volt egy forgalmi osztály, hozzátartozott a kereskedelmi szolgálat és a vízkereseti szolgálat. De mind a kettő területen, ez kettő ilyen időpontban bemutatott SMS-ben ez megtalálható volt, de ugyanúgy akkor volt ott kereskedelmi osztály is. Na most érdekes ezek a fogalmakat, mert véleményem szerint ezek nem forgalmi osztályi feladatok, hanem kereskedelmi, ha bár az a kérdés, hogy a kereskedelmi osztálynak ott mi volt a feladata. Csak egy érdekes megjegyzés. Köszönöm. Válaszolhatok rá, Sándor? Persze, egymás közt beszélgess. Beszélgetünk. Jó, a kereskedelmi osztály, mint olyan, ugye a kereskedelmi tevékenységnek a szabályozási részét végezte. Itt volt az üzletkötés értékesítés egy jó darabig, aztán ugye az külön szervezeti egységbe került, illetve a kereskedelmi osztály része volt a személyszállítás. A személyszállítás, mindjárt mondom, 2010 előtt, 1-2-3-4 fővel plusz a Lendvai Péterrel állt föl. 5 fő volt a személyszállítás, mármint irányítói szinten. Nyilván voltak jegyvizsgálók, vezetőjegyvizsgálók, stb., de az irányítás az 5 fő volt, és a kereskedelmi osztály keretein belül, és a személyszállítás vezetője, legmagasabb pozíciója max. Osztályvezető helyettes volt. Érdekes. Érdekes egyébként még az is elnézés, hogy volt ott ilyen bevétellen ellenőrzési osztály, és úgy egyből eszembe jutott nekem a BEIC, meg a BVKH, és mondom, ez megütötte a fülemet, ez a vízkereseti, hát nem tudom a fiatalok közül, hogy hányan ismerik ezt a fogalmat, hogy vízkereset, de azért érdekes fogalmak voltak. Köszönöm. Ugye, ahol amikor a fuvarlevél elválik a küldeménytől, igen, és ennek az ismét összekapcsolása érdekébe tett erőfeszítéseket, mondjuk úgy, hogy testesítette meg a vízkereseti osztály, és ugye a bevételellenőrzés az pedig pontosan a tevékenység után járó fuvardi bevételekért ment a BEIC-be. Ugye említettem a saját előadásomban, hogy nekünk nem volt saját nemzetközi leszámolási, elszámolási
tevékenységünk, hanem a BEIG elszámolta a mi bevételeinket, és akkor ezt, hogy mi valóban ezt megkapjuk, mentünk a saját teljesítményünk után járó bevételért, és még azt akartam ehhez hozzá tenni, hogy egyébként a nagyvasútiban ma is, talán aki a kereskedelembe valamivel jártasabb, a feladási szám bárca, az mindig úgy nézett ki, és ma is így néz ki, ha Magyarország irányába, tehát mondjuk a railcargo, tehát Magyarországon adjuk föl. Most hadd ne mondjam, hogy Sopronnak volt kettő statisztikai száma, osztrák feladási állomás is vagyunk egyben, meg magyar feladási állomás is, de például a magyar részről adunk föl, ma is úgy van a feladási számbárca, úgy kezdődik, hogy 21.55. Tehát a Rail Cargo Hungária nevébe adok föl, és kvázi kötök fuvarozási szerződést, hiába Gyesev Cargo-ként dolgozom. De ugyanúgy Ausztria irányába is 21.81-es feladási számbárcával a nagyvasútit ma is így működik, és így működött az elmúlt, hát a 150-re nem emlékszem, de az elmúlt 37 évben biztosan. Tehát ezt akarta azt, hogy ugye nem volt, tehát nem volt olyan feladási számbárca soha, hogy 21.43. Sajnálatos módon a részleteket most inkább nem mondanám, de ugye a Gyesev egy idő után, jó pár éve elveszítette a saját cserekódját, tehát nincs már 43-as vasút sajnos a világban, innentől mivel a kocsi gazdálkodás alapvetően kocsiszám alapú, mondjuk úgy, hogy küldemény továbbítás, meg üres kocsi továbbítás feltételezett, és ugye a RIV, mint alapegyezmény is erre alapult, így elég nagy káosz keletkezett abból, hogy mondjuk úgy, hogy Magyarországon a Gyesev meg Európában elveszítette a 43-as cserekódját. Tehát példaként, ha a Kerebián belép egy vonat, és mondjuk van benne 10 kocsi üres, azon mindegyiken 55 van. Viszont csak akkor derül ki, hogy ez melyik vasútnak a, mondjuk úgy, hogy üzemben tartó joga alapján került a vasúti pályára. Hogyha valaki kimegy és elolvassa az oldalfalán a harmadik és a negyedik szám mellett, hogy 21, mondjuk hogy 55, és akkor oda be van írva a saját kocsink mellé, hogy ez GC, Gyesev Cargo. De sajnos a 43-asról, tehát innentől a vasutas az irodába nem tudja megmondani a kocsirendezőnek, hogy milyen vonatba sorozza, ki kell hozzá menni, és meg kell nézni. Ezt okozta ez a kis apró, mondjuk úgy, hogy hát nem mondom, hogy hibának, hanem ez a apró... Ez mikortól van? Elnézést. Ez 2010-re emlékszem én. Uh-huh. De az is lehet, hogy... lehet csinálni? Próbáltuk. Ez hatósági jogkör. Uh-huh. Nem sikerült. Uh-huh. Hát ezek az apróságok, amiket persze csak a bent lévő és a gyakorlatot napi szinten ismerő emberek látnak, a külsők azok nem, de mindesetre nagyon szépen köszönjük, ez is egy újabb adalék ahhoz, hogy érdemes ilyen kis házi konferenciákat csinálni, mert még az ember a végén olyasmiket is megtud, aminek érti, érti, hogy miért nincsen. Az az uniós mozgatórugó, hogy egy ország egy cserekód. Világos. Mindig már az irodalomban is tudjuk, hogy kivéve a Gyevi bírót. Világos. Itt ezt nem vették figyelembe. És a németek a kivétel, vagy a franciák? A Gyesev Cargo, Gyesev lett volna a kivétel. Ja, a Gyesev lett volna a kivétel. Hát, mert ugye Magyarországon van egy MÁV, vagy volt egy Rail Cargo, MÁV Cargo, Gyesev, és akkor ugye volt egy 55, mint MÁV, és volt egy Gyesev, mint 43. Na itt ezt nem vették figyelembe. Világos. Más országban nincsen, hogy más magántársaságok működtetnek? Magántársaságoknál nem megy. Úgy tudom, hogy mintha a makedón oldalon találkoztam volna ilyennel, de most én erre nem esküdnék. Alapvetően nincs. Mm-hmm. Jó, hát köszönjük szépen az információt. Kérdezem, hogy van-e még kérdés, megjegyzés, hozzászólás?
Közben feltett, elnézést kérek, feltett dr. Benko Katta is egy kérdést, csak Takács Ádámnak, és az Ádám már elment. Tehát sajnáljuk, hogy nem tudjuk megválaszolni. Én azt hiszem, Sándor, elküldjük neki, az lesz a legegyszerűbb, jó. Ugye? Igen, igen. És akkor a kedves kolléganőnek pedig az Ádám nyilván fog e-mailbe válaszolni. Jó? Más kérdés? Te látsz valakit, Sándor? Még nem kérdés? Látok jelentkezni senkit. Jó. Hát akkor nagyon szépen köszönöm mindenkinek a jelenlétet, a részvételt, az előadóknak azt, hogy szépen fölkészültek és elmondták nekünk, és olyan módon tudták tálalni, ahol még ilyen buta bölcsészek is mindamilyenek, mi vagyunk, mi is megértettük egy bizonyos szintig a dolgokat. A plusz ügyeket, azt külön köszönjük, és a plusz lehetőségeket, azt rögzítettük, vagy próbáljuk rögzíteni. Én nagyon örülök neki, hogy a Gyesev 150 éves jubileumának a keretében sikerült ezt a igen sokszínű konferenciát összehozni, mivel ez nézhető lesz, és ahogy Sándor említette, fönn lesz a honlapon, illetve különböző helyeken, hírlevélen, egyebeken keresztül elérhető ez. Ebből eredően én javaslom azt, hogy aki meg akarja nézni, az újból megnézheti, aki jegyzetelni akar belőle, azt tegye, illetve aki olyan ismerőssel és baráttal, kollégával bír, hogy is sejti, hogy érdekli őt ez a téma, akkor továbbítsa el neki ezt a linket, mert ezzel gyakorlatilag csak növeljük azt a így is nagyon szép számú, 40 számú hallgatóságot, akik minket itt végighallgattak. Az észemről, mint elnök, hivatalosan befejezem, hogy a Sándor akar-e még valamit mondani, ezt majd kiderül. Nem, én is csak megköszönöm nektek a részvételeket az előadóknak. És van, aki jelentkezett, vigyázz, Sándor. János jelentkezett. Bocsánat, hogy így teszem, mielőtt Sándor mondanád, én a magam, illetve hát egész pontosan a Gyesev ZRT, a Gyesev család nevébe szeretném megköszönni a lehetőséget. Egyszer, hogy ebből az alkalomból is bemutatkozhattunk, illetve elmondhattuk, hogy tesszük-vesszük a napi dolgainkat, illetve az, hogy az Egyesület alapvetően gondolt erre a 150 évre, és hogy az indul a hőskorról, én is olyan információkat hallottam a professzor úrtól, hogy ezt külön megjegyzem, mert ezek nem voltak meg igazából nekem se, úgyhogy ez egy komoly kutatás eredménye, hogy ezt elénk tudta tárni, hogy ezért még külön hálás is vagyok. Meg fog jelenni a Gyesev történetéről egy könyv. Ez a fényképalbum, ami most a jubileumra jön? Igen, ebben lesz egy kis írás és fényképalbum is, ha jól tudom, hogy a 300 oldalnyira fog sikerülni. A végén egy olyan fotóval zárul, akik most szeretnénk tolni a cégnek a vezetőként, mondjuk úgy, hogy a szekerét vagy sikerhelyhez hozzá szeretnénk járulni, ezzel a fotóval fog zárulni. Én az Egyesület részére mindenképpen egy pár tiszteletpéldányt el fogok juttatni, mihelyt ez meg fog jelenni. Köszönjük szépen! Ez egy ilyen egyedi kiadás lesz. Lehet, hogy a nagy érdeklődéssel volt tekintettel lesz egy második kiadása is, de most minden esetre úgy tűnik, hogy talán így a nyár folyamán ez megjelenik, és akkor ezt fogom az Egyesületnek prezentálni. Úgyhogy még egyszer nagyon köszönjük. Tényleg büszkék vagyunk a cégünkre, és arra is, hogy bemutatkozhattunk ilyen keretek között is, és hogy ilyen sokan meghallgattatok bennünket. Az emberből mindig kibújik a saját szakmája, és borzasztóan örülök, hogyha ennek a fotóalbumnak, vagy ennek a kötetnek a végén ott lesznek a mostaniak, mert ugyanis ott mindig előttem van, mondjuk 50 év múlva egy történész mit keres? Hát ilyen képeket keres, ugye? Ami ugye, hála Istennek volt egy hatalmas jelentőségi igazgatója a Gyesevnek, ugye? És akinek ugyanis 40 éves jubileumára, ugye, Gábor, 40 évesre volt az a kötet? A születésnapjára. Születésnapjára, bocsánat, készült egy kötet, amiből nagyon jó meg lehet élni, mert rengeteg minden van benne. Még a bakterok is benne vannak, és a személyzet teljes
létszáma, fényképekkel, stb. Hát én mindig örülök, amikor ilyen bezárás van. És azért szeretném az igazgató urak figyelmébe ajánlani ezt a fiatal embert, mert ugyan ő tanár, és tanít, és aktív, és van neki állása, de hát ő annyira beásta magát ebbe a gyesebb dologba, hogy hát azt a szintet nem tudja elérni természetesen, mint a Gyula bácsi, a Lovas Gyuszi, aki ugye a forgalmistából lett történésze a vállalatnak, de az ettől függetlenül azért a Gábor is nagyon beásta magát ebbe a témába. Úgyhogy ilyen esetekben, vagy más esetekben is, például nagyon érdekesek a forgalmi adatok, amiket a Gábor összerakott, hogy milyen hihetetlen, furcsa dolgokat exportált a gyesebb, vagy vitt át az ország határon, olyan körülmények között, mondjuk a Német Birodalom felé is, a háború alatt, amikor nem igazán volt veszélytelen az ilyen történet. Hát ezeket a dolgokat, hogyha ő be tudja emelni egy-egy ilyen akció során legalább egy háttérinformációval éppen a ügyet vezénylőnek, vagy a fejlesztést csinálnak, azt hiszem, azzal tud segíteni a további munkákhoz. Megengedtek egy kis anekdótát, ha már minden Gyuszi bácsit említetted. Igyekeztem mindig lelkiismeretesen végezni a munkámat, viszont életemben kaptam egy fegyelmit. Eddig az elsőt, lehet, hogy nem az utolsót. Mégpedig hogy mennyire volt fontos a kifele történő reputáció, meg a vendéglátás, meg a gyesev területének a megismertetése. Voltak időszakok, nagyon elég hosszan, amikor, ezt csak hobbi szerelvénynek hívtuk, amikor ezek a kis gőzös, ez itt vagy a Fertőparton, vagy egészen Bécsig menve, ilyen oldtimer szerelvényt alkotva, hozta, illetve vitte az osztrák vagy turistákat, vagy szakmai érdeklődőket, látogatókat. Hát, vagy a felderítőket. Az is lehet, és ezek a szerelvények, vagy ez a szerelvény, mert ugye egy szerelvényről beszélünk, ez mindig éjszaka Sopronból indult, és a külsős forgalmi szolgáltatónak volt feladata ellenőrizni, hogy ez a szerelvény, ez el van-e, ki van-e szerelve, tehát van víz a mosdóba, illetve az a nem olvasásra szánt papír is el van helyezve oda, ahova az való. És amikor a szerelvény leért, 2 óra magasságába szokott indulni, és a szerelvénykor leért Petrőszent Miklósa, reggel Gyuszi bácsi ment, ő is a maga módján ugye megnézte, hogy minden rendben legyen, hiszen nagyon kényes volt, pedáns ember volt, hogy mindig minden rendben legyen. Az egyik ilyen kocsiból hiányzott ez a guriga. Én állítottam, még mondhatni esküvel is, hogy ez pedig amikor innen elment, benne volt. De Gyuszi bácsi egészen a megyik igazgató úrig jelentette a hiányosságot, és a külsős forgalmi szolgálat tevő által a gyesebb reputációja ellen elkövetni szándékozott valamit, és én olyan fegyelmit kaptam, mint a szél, hiába mondtam, hogyha összemeneztek 2 vonatot, akkor is ez jár, hogy talán lehetne ezt valahogy másként kezelni, de nem sikerült. Úgyhogy bocsánat, ha a személyes jellegű kalandér vagy történetér, de Gyuszi bácsiról most eszembe hoztad. Hogy... De nem haragszom rá, meg akkor sem haragudtam rá, megértettem őt magát, csak akkori igazgató urat kevésbé, de ez is már történelem. Köszönjük. Tehát szépen. Komolyan vette mindenki a dolgát. Van. Van, akinek még valami megjegyzése, hozzászólása van. Amennyiben nincsen, akkor Sándor, te vagy a tamburmajor, légy szíves, zárd be a zenekar. Lezárom a rögzítést. Még csak egy gondolatot, János, itt említetted, hogy fel kellene dolgozni bizonyos dolgokat, vagy konferencia, vagy valami. Ha úgy gondoljátok, lehetőséget adtok, inkább itt mindig az idő, meg a felkészülés, hogy van-e valakinek ideje felkészülni manapság, az már nagy kincs. Ha ilyesmire
gondoljátok, mi nagyon szívesen adunk teret egy videokonferencia keretében bármi gondolatnak, amit összehozhatjuk, hasonlóképpen a mostanit is. Én megköszönöm nektek. Hát mondani akartam, hogy Miklós, de majd a János vagyok. Nem, a fiunk nevén vagyok bejelentkezve, mert ő van benne a Teams-ben, és az egyszerű. Kedves János, nagyon szépen köszönöm neked, mint levezető elnöknek, az előadóknak, részvevőknek, és találkozunk a legközelebbi alkalommal. Köszönöm szépen, és szervusztok! Köszönjük a lehetőséget! Viszontlátásra mindenkinek! Viszlátásra! Köszönjük, viszontlátásra!